mindenkit, itt ez már az ötödik adás, IoT műhelyi titkok egy sörért cserével, igaz, még nem töltöttem ki neked, de hamarosan ez is meg fog történni. Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek itt mi nálunk. Most már azt lehet mondani, hogy most már hagyomány, mert már ez az ötödik adás, tehát most már nem az első, a második, a harmadik, ez már az ötödik adás, úgyhogy különösen jó, hogy itt vagy, Péter, és hát Ma tulajdonképpen, amit tudsz erről az egész dologról, azt én mindent meg akarom tudni. Mm-hmm. Tehát azért jöttünk össze, és akik most minket követnek, nyilván ők is. Mm-hmm. Tehát különben minek csatlakoztak volna. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek. A vendégem Szarvas Péter, a Kamélan Smart Home ZRT vezérigazgatója és egyben alapítója. És hát avval kezdenénk, hogy miről is szól ez a mai alkalom. Mm-hmm. Gyakorlatilag nem készítettelek föl, de azért mondtam egy-két dolgot, hogy mik voltak a korábbi adásokban. Hozzád hasonlóan nagyon szuper cégvezetőket, vállalatvezetőket hívok meg, és igazából arra vagyok kíváncsi, és a hallgatóság is arra kíváncsi, hogy egyrészt te mivel foglalkozol, miért csinálod azt, amit csinálsz, mi a jó abban, amit csinálsz, mitől profitábilis, mitől fancy vagy szexi, nem tudom melyik szavakat szeretnéd hallani, gyakorlatilag ebben a kontextusban. Hopp, már köszöntek is, sziasztok, úgyhogy már megjöttek, már tudják, hogy ezen keresztül kell majd kérdezni Pétert, úgyhogy én ma mondtam neki, hogy nem fogom grillezni, de ezt csak magamra vonatkoztatva állítom. Lehet, hogy akik fortesznek neked kérdéseket, ott kaphatsz mindenfélét. Ú, azt mondja, reméljük ti is készültetek sörökkel, már a kollégám is. Hát mi készültünk, úgyhogy remélem ti is készültetek. Mert tényleg szuper söröket. Kezdjük inkább azzal, hogy még mielőtt elkezdesz vadul mondani nekem mindenféle jó dolgot, először elmondom neked, hogy zajlik egy ilyen adás. Úgy zajlik, hogy három sör fél bele másfél órába, fél óránként egy-egy sört fogunk kóstolni. Én ugye a csesörök szerelmese vagyok, tehát gyakorlatilag mondtam is az elején még, amikor még nem voltunk adásban, viccesen, hogy több mint 10 évig tudnám úgy csinálni, hogy nem hozok vissza ugyanazt a sört. Hát gyakorlatilag vannak kedvencém, amit azért lehet, hogy visszahoz az ember, de csak azért, mert nagyon szereti. Most a mai alkalommal gyakorlatilag a Primátor sörfőzde, a Primátor csehországi sörcsaládból hoztam három féle sört. Nyilván bízom abban, hogy nektek is sikerült ezt beszerezni. A Primátor Premium lesz az első, aztán majd utána folytatjuk az anyossal, és aztán jön majd gyakorlatilag egy nagyon különleges, aminek nagyon durva alkohol tartalma, és azért azt a végére hagytam, mert ha azzal kezdenénk, nem tudom, mi lenne a másfél órában. Tehát vagy mindenféléről beszélnénk, de akkor az már nem biztos, hogy összefüggéseiben jó lenne. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy akkor egy ilyen sört megindítok, megkóstolhatom veled, elmondom, hogy mit érdemes tudni a sörről, aztán utána belevágunk, elkezdek valamit kérdezni, és aztán a legvégén egy könyvajánlóval zárul, és azt is elárulom még, hogy közben lesznek kérdések, és néha én megakasztom abban, hogy mit kérdeznek azok, akik minket hallgatnak, hogyha ez így mindenki számára megfő. Tehát akkor meg is mutatnám ezt az elsőt, amit kóstolunk. Ez gyakorlatilag a Primátor Premium. Kitöltöm. Mert tudod, hogy téged kérlek meg, hogy tölts ki, mert akkor én közben elmondom, hogy miről szól ez a sör, mert ezzel is készültem. Tehát a Primátor sörfőzde a csehországi Náhod városában üzemel. Ez a Primátor Premium, amit most kóstolunk, ennek 5% az alkohol foka, és ahogy mondtam is a korábbi adásokban, ugye különböző számokat lehet látni jó nagyban ezeken a üvegeken vagy palackokon, hogy milyen balink fokúak. Ez például egy 12-es, tehát 12% balink fokú ez a sör. Azt hiszem, hogy itt rá is írják itt kívülről, nem ellenőriztem, de ez többször fel is tüntetik így a külsején. Igen, itt az alkohol látszódik, és a balinfokat is lehet alul ezeket látni. Hát most a szemüveget nem hoztam el. Oké, ez a Náhodi Primátor sörfőzde zászlós hajója, amit most kóstolunk, több mint 30 országba exportálja amúgy a cég. Nagyüzemi csesörről beszélünk, ez egy lager, amit most fogunk kóstolni, viszont ízében mégis a kis sörfőzdéknek a jellegzetességeit hordozza. A prémium, a főzde büszkesége is csakis a legjobb alapanyagokat használja a készítéséhez a gyár. Kiemelkedő bemutatása a sörfőzés ősi mesterségének, csak a legjobb cseh komlókkal, malátával és vízzel készül, tehát semmilyen másodalékot nem tartalmaz.
Ami különleges benne, hogy ez egy nyitott kádas technológiával, két lépcsőben főzött, és hosszú hónapokon át egyfokos pincében érlelt tökéletes cseh lágersör. Ropogós, zamatos, szánval lassan eltűnő, kesernyés ízt hagy, ezt azért is mondom, mert van akik megvásárolták, akkor ők is ugyanúgy velünk együtt fognak fogyasztani, ezt azért jó tudni. Kíváncsi vagyok, hogy érezni fogod például ezt a lassan eltűnő, kesernyés ízt. Minden alkalomra azt mondják, ez egy kiváló választás, amikor csak jó sört szeretnénk inni. Tökéletes például a grillezéshez, húsokhoz, tékekhez, salátákhoz. Ezt a kiváló sört, a Napoli sörfőző művészet bizonyítékát jól beütve érdemes inni. Hát mi azért azt gondolom elég jól beütöttük. És ez a sör is, mint sok cseh sör, ez a sör is díjak tömegét tudhatja magáénak, hogy néhányat kiemeljek, ezek például a 2020-as Londoni The World Beer Awards versenyen lager kategóriában lett díjazott, aztán ez a European Beer Challenge, ez 2019-es sörkiállításon a Bohemian Pilsner, tehát a cseh pilzeni kategóriában aranyérmes lett, illetve amit még kiemelnék, ez a Frankfurt International Trophy 2018, ahol szintén első helyezést ért el ez a sör, úgyhogy kóstoljuk meg. A lecsengő kesernyés ízt keresd. Jó. Hogy ízlik? Jó, jó testes így van. Kéne, ugye? Remélem nektek is bejön. Szeretném az ilyen lager típusú söröket. Én itthon egyébként próbálok ilyen kézműves söröket venni, ha már veszek. Kerülni az ilyen nagy üzemi, ilyen réher, meg ilyesmiket. Hasonló kicsit az ízetére, de mondtad a beillető, hogy ilyen kézműves sörök ízére emlékeztetés. Igen, ez a fura benne is. Engem is ez fogott meg valójában a cseh sörök irányában, amikor kint vagyok, például iszonyan imádom ezt a fajta dolgot, hogy ugye számos helyre eljutsz, és akár egy ilyen kis étteremnek is van saját sörfőzdéje. És azt mondjuk annyira támogatják itt ezt a fajta gondolkodást, és azért meghatározó az, hogy ők tényleg ragaszkodnak a cseh kombó, cseh maláta a saját vízükhöz például, és megpróbálták megtartani. A lager az egyik nagy kedvenc, meg a pilz nyilván, náluk ebből meg aztán van bőven. És ez a különleges, hogy ez egy nagy üzemi sörfőzde, tehát ahhoz képest nagyon próbálnak rámenni arra az ízvilágra, amit egy kis sörfőzdétől várnál el. Igen. Békés Szent Andráson voltunk tavaly, és ott is tök jó volt, mert ugye az egy ilyen kézműves sörfőzde, és így fel voltak sorolva az összes sör, és akkor így lehetett ilyen kis pohárba külön kóstolgatni, őket választani. Emlékszem erre, én is voltam, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó pofadók voltak, igen. Ilyen különleges neveik is voltak. Na de, azért, amiért itt összejöttünk, hát most már fizettem egy sört címmel, úgyhogy muszáj valami titkot elárulnod. Mondd el nekem már, avval kezdjük, hogy miért hívják ezt az egészet Kaméleónnak. Miért Kaméleón a Kaméleó Smart Home? Amikor elindultunk ezzel az egész startuppal, akkor gondolkoztam azon, hogy mi az a különleges tulajdonság ennek a terméknek, ami megkülönbözteti őt a többi másik terméktől. És ugye a rendszerünk ez a nyitottság, tehát az a fajta működés, hogy nem akarjuk magunknál tartani minden áron a teljes vezérlést, nem nyitottuk a kapukat, és a különböző gyártóknak a termékei bejöhetnek. És ebből jön egyébként ez a sokszínűség, tehát ahhoz, hogy te kiépítesz egy okos otthonrendszert a hagyományos esetben, ahol annak a gyártónak a termékeit tudod majd berakni később az otthonodba, mert nyilván az a kopat, és a gyártók sem kompatibilisek egymással. És az a színesség, ami a Kaméleónnak a színeit jellemzi, az egyik oldalon az azt jelenti, hogy ugyanolyan színes tud lenni az otthonod, attól függetlenül, hogy te a Kaméleontól választottad az okos otthon, tud mondjuk egy Apple HomeKit-nek a felületén működni a teljes kiépített infrastruktúra, és akkor egy egész más oldalát mutatja a ház, meg az egész funkció, mint hogyha a mi rendszerünket használnám. De hogyha akarod, akkor mondjuk egy Google Home-on keresztül működik, vagy Doxonon keresztül. Tehát ez a lényeg, hogy pont meg tudjuk mutatni azokat a dolgokat, amik a többi rendben jó. Ez volt az egyik ok, amiért ezt a nevet választottuk, ez a sokszínűség. A másik pedig az, hogy a Kaméleón az ugye láthatatlan. Tehát, hogy nagyon nehéz észrevenni a természetben, hogyha mész az erdőbe egy kaméleón, mert beleolvad a környezetbe. És én pedig azt gondolom, hogy egy
egy jó okos otthon az láthatatlan. Tehát nem azért kell egy okos otthont, vagy nem azért vesznek, vagy kell venni egy jó okos otthont, hogy nyomogassam a mobilról, meg kapcsolgassam a világítással, meg az edőt, hanem hogy elvégezze azokat az apró unalmas dolgokat helyettem, amit ugye nekem kéne elvégezni, és láthatatlanul tegye a háttérbe a dolgát, láthatatlanul szóljon nekem, hogyha mondjuk nyitva maradt a tetőtéri ablak, és én elmentem, és esik az eső, akkor ő figyelmeztet, hogy csukjam be az ablakot, vagy hogyha vízfolyás van, akkor kapok egy üzenetet, hogy víztörés van, elzállatom csak ott egy gombnyomásra, tehát mint egy ilyen láthatatlan segéd a háttérbe teszi a dolgát, és gyakorlatilag ennek a kettőnek az ötvözetéből alakult ki ez a brand, meg ez az egész. Elképesztően jól összefoglaltad, és most már tényleg én is így gondolom, és akkor most ebben a történetben, akkor te hol vagy, mert akkor eltűnsz ezek mögött, a nagy brendek mögött, vagy te is ki tudsz tűnni, mert értem a kaménáont, te gyakorlatilag, most az elmondtál például a Loxon, vagy elmondtál bármelyik, akár a Apple, vagy bármelyik másnak a megoldását, akkor te ezek alatt helyezkedsz el, vagy akár ezeket tudod magad alá, tehát integrálni, vagy van ilyen igény? Hát most már ugye egy teljesen önálló rendszer a kaméra, és egy önálló brand, és meg is jelenik a mobil alkalmazásnál, meg mindenhol, ez nem így indult egyébként az elején, tehát amikor mi ezzel elindultunk, akkor az elsőleges cél az volt, hogy egy stabil rendszert tudjuk létrehozni, egy olyan stabil platformot, amire építkezve bármilyen más következő léteg rápakolható erre a házra. És aztán rájöttünk a későbbiekből, hogy sokkal jobban tudunk annál csinálni, mint amit a konkurensek csinálnak, akár mobil alkalmazásban, akár automatizálásban. Ráadásul, hogyha mondjuk egy kisebb házról vagy lakásról van szó, akkor nem biztos, hogy az ember akar még egy valamilyen rendszert tudva azért betenni, csak hogy mondjuk kell egy mobil alkalmazása hozzá. És két évvel ezelőtt elkezdtük fejleszteni a mobil alkalmazást, és annyira sikeresnek bizonyult, hogy most nem akarok ilyen brendeket mondani, de többféle brendel üzemelt ugye a rendszerünk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy amikor kiment a híre annak, hogy saját mobil alkalmazásunk vannak, akkor ezek a nagyon nagy gyártók, akik világszerte uralják a piacot, azok az emberek, akik ezt használták felületén, azok fölhívtak minket, hogy oldjuk már meg, hogy a saját apukkal működjön a rendszerben, hogy nekik most sokkal jobban tetszik, sokkal kézreálló, jobb a felülete, tehát, és akkor elkezdődött ez az átállás, és mi gyakorlatilag nem változtatunk azon az irányon, hogy a nyitottságunk az nem szűnt meg, tehát ugyanúgy nyitottak vagyunk, és más rendszerekkel ugyanúgy kompatibilisek vagyunk, de van egy saját rendünk, egy saját felületünk, egy mobil alkalmazásunk, amivel gyakorlatilag fel lehet építeni az otthont, és ha valaki más szeretne, akkor nyilván azt jól rá tudja csatlakoztatni. Amúgy ezt akartam hallani, és ez tök jó volt, hogy te tulajdonképpen nem akarsz mindig szürke eminenciás lenni, hát hogyha van egy jó terméked, akkor hát hadd lássa a világ, hogy nem csak alkalmilag módon alkalmazkodni tudsz, hanem igen, most tudod valahogy. Meg én azt hallom egyébként, hogy nem lehet mindenki mindenbe jó. Tehát pont az a bajom ezekkel a zárt típusú okos otthon rendszerekkel, hogy mondjuk van egy gyártó, és ez mondjuk jó a dimmerben, mert ő tök jó dimmert csinál, de mondjuk nem tudom én, valamilyen érzékelő, az meg nem olyan jó. Vagy pont fordítva, hogy nem tudja jól, ezért a kaputelefonnal nincs megoldása, vagy nem csatlakozik az Apple Home-hoz, vagy a Google Home-hoz, vagy mindegyiknek van valami gyenge pontja, meg valami erőssége. Nem hiszek abban, hogy egy gyártó mindenben a legjobb tud lenni. Viszont, hogyha tudunk biztosítani egy olyan infrastruktúrát, ami az alapvezérlést képes ellátni, és ki tudjuk választani a piacról azokat a rendeket és azokat az eszközöket, amik abban a legjobbak, akkor egy olyan otthon kaphatunk, amilyen másnak nincs, és biztos, hogy mindig a high-tech minőséget és a legjobb funkcionalitást tudjuk kihozni belőle. Megfogott az előbb, amit mondtál, hogy gyakorlatilag jobbak voltatok bizonyos dolgokban. Uh-huh. Mik azok a konkrét dolgok, amire gondoltál akkor, amikor ezt mondtad? Tehát miben voltatok ti mások vagy jobbak azoknál, akik ebben a dologban vagy ebben a műfajban mozognak? Ez több szintű, van olyan gyártó, akinél azért voltunk jobbak, mert ez a nyitottság ez meg volt bennünk, tehát például egy Apple tök jól lehetett használni a rendszert náluk pedig nem. A másik gyártónál meg azért voltunk jobban, mert sokkal stabilabb volt a termékünk, tehát ugye addig, amíg nála problémák voltak és leakadt egy-egy eszköz, néha nem működött, nem csatlakozott vissza. Ugye ennek az egy alapja az is, hogy alapvetőleg a vezetékes irányt támogatjuk, és már van vezeték nélküli kiegészítők is, de a vezetékes irány az, amiben hiszünk, és azt gondolom, hogy ha valaki építkezik és nulláról épít egy lakást, ott nem szabad más használni, csak vezetékes okos otthon rendszert, mert az mindig stabilan fog működni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és közben akkor egyből a vezeték miatt akkor erre rá is akarok kérdezni, mert abból táplálkozom, amit mondasz, és rögtön egyből vissza is kérdezek. Itt a vezetékes dolgokra vonatkozom, például ugye én is ismerek egy-két
okos otthon rendszerben az ember úgy érdeklődik a piacon, olvasgat, és valamit használok is. Lényeg a lényeg, sajnos nem találkoztunk korábban ezt az élet muszájjárulva. Viszont ugye a kiépítést nézzük, milyen vezetékről beszélgetünk, mert például van, aki például esküszik, ugye vannak szabványok, például egy KNX vezeték, ugye, és akkor gyakorlatilag ugye régen az épületfelügyeti rendszerek indultak el, és azok hozták magukkal ezeket a dolgokat, mint például az okos otthont is. És gyakorlatilag ugye van például a KNX, vagy a Loxon, említetted akkor a Loxon 3, amire föl lehet rakni például az eszközöket, akár KNX-es eszközöket is. És akkor itt vagytok, ti azt mondod, milyen vezetéket húztok be, és minkor, hogy kommunikáltok rajta. Mi úgy alakítottuk ki az egész rendszert, hogy csillagpontból is meg biztosan is be lehessen kötni. Vannak olyan tehát a topológia teljesen minden. Bármilyet, amilyen tűzfél. Vannak olyan kivitelezések, ahol úgy hívnak oda minket, hogy egy másik gyártónak a termékét szerették volna betenni, aztán időközben rájöttek, hogy a kamerával sokkal jobb, de már ki van kábelezve a ház. Mert az egy csillagpontos kábelezést igénylő rendszer volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos, amit most mondasz, mert én is ebben a hibában voltam, hogy akkor most mit csináljak, hogyha... Ki volt építve arra a rendszerre, és akkor mondtuk, hogy persze meg lehet oldani, tervezés kérdése nem, úgy van kialakítva a rendszer, hogy vannak ilyen központi szerelvényszer tényleg szerelhető insines eszközeink, azokkal lett a csillagpontos kiépítésbe ugye vezérelnek különböző dolgokat, és vannak ilyen pici falvölötti eszközeink, azok a buszos eszközök, és minden funkciónak megvan a insines párja, meg a buszos párja a falvölötti eszköz. És akkor, hogyha mondjuk egy dímet szeretnénk, hogy mondjuk tudja a fényerő szabályozni a lámpámat, akkor abból van fali modulunk, meg van insines modulunk, és az ügyfél tudja eldönteni, akár ez vegyesen is lehet, az egyik szobában buszos van, a másik szobában csillagpontosan elhúznak, tehát nagyon, ilyen, utólag akar hozzá. Nagyon kevés olyan rendszer van, ami hogy ne tudnánk elindítani, vagy szóra bírni, mert mondjuk rossz a kábelezés is. Ráadásul a buszos rendszerének a kábelezése, az nem is igazán buszos, hanem egy jóval szabadabb, gyakorlatilag egy fa topológiára köthető, tehát hogyha nem kötöm össze ezeket fel, mondjuk így elágasztatom, akkor innen kettő van, onnan is kettő, tehát még egy fal topológiában is tök jól tud működni, tehát nagyon volt olyan építkezésünk egyébként, ahol annyira szó szerint vette a villanyszerelő ezt, hogy ugye mi jogos otthon vagyunk, és majd a háttérben megoldjuk a vezérlést, hogy össze-vissza kötötte be a villany, és a fürdőszobában lehetett a konyhai világítást kapcsolni, mert mondván tök mindegy, hogy hova húzza le, majd mi megoldjuk. Hát persze szerencsére meg tudtuk oldani, nyilván nem így kellett volna, hanem minden vagyunk ott áttérben, akkor most az ügyfél eléggé anyázna, hogy miért kell a fürdőszobában kapcsolni a konyhai világítást, tehát így elvállott, de még azt is meg tudtuk oldani, hogy rendszerre megcseréltük, mi programról átírtuk, és akkor mondhatottak jól működött. És az a kábel, amit behúztok, azt jól gondolom, hogy ezt gyakorlatilag ugyanúgy, hogy behúzzátok be például, mint amiben a gyakorlatilag a feszültségnek. Igen, ez is egy újdonság egyébként, mert alapvetően a gyenge áramrendszereket úgy szokták csinálni, külön csőbe viszik, és van egy 20 cm-es távolság, és két nyomban már a kettő darab helyet neki. Ez az a probléma, hogy egy olyan mindenszerűen, akinek ezt a feladatot kiadod, az lehet, hogy nem dolgozik többet, mert az alatt megcsinál másik hármat, még egy ilyen rendszer kiépít, pluszba kábelezni, és ezért meg kellett azt oldani, hogy ugyanabban a csőbe lehessen húzni az erős áramot a gyenge áramnal. Ennek ugye két feltétele volt, az egyik az, hogy elkerüljük azokat az avarokat, amit az erős áramú kábel generálhat a gyenge áramú kábelnek. Tehát ugye a gyenge áramú ezért kérdeztem, pont ezért. Itt ugye ez az volt a megoldás, hogy egy saját kommunikációs protokollt fejlesztettünk, pont emiatt. Zavartűrő és ráadásul olyan nem nagy adatok mennek nálunk, ugye egy kapcsolás, vagy egy hőmérséklet, vagy bármilyen ilyen adat, az nem olyan nagy adat. Ezért meg tudjuk azt csinálni, hogy redundánsan többször leadjuk, és nem tudnak elveszni a csomagok. A másik pedig az, hogy a 4 kV átütési szilárdságot kell megugrani, nyilván olyan kábelt használunk, ami ezt tudja, és akkor ugyanúgy vezethetőek is a kettő. Tök jó. Hát ez nagyon-nagyon jó. Hát nagyon érdekes, amit eddig elmondtál, csak közben így elismert, ha mindig kérdezek, akkor nem lehetősége nincsen, tényleg ezért gyorsan én is iszom egyet. Igen. És akkor arra hadd kérdezzek rá, hogy most akkor arról már beszéltünk, hogy te hogy tudsz integrálni, alkalmazkodni más rendszerekhez, vagy önálló rendszerként te hogy tudsz működni. Azt arról is beszéltünk, hogy te hálózatban hogy gondolkozol, neked mindegy, a topológia ilyen formában. Arról is beszéltünk gyakorlatilag, hogy az eszköz lehet tulajdonképpen egy modul, ami beszerelésre kerül egy dinsére, vagy lehet akár egy külső eszköz, ami oda kerül az adott szerelmény van mögé. Ez is elhangzott, akkor most arról beszélgessünk valójában, hogy
milyen egy igazi okos otthon? Mi, hogy kell elképzelni, mondjuk azt feltételezem, hogy azért itt sokan tudják, de ha valaki mégsem, akkor az hogy indul el egy okos otthon? Miért vezetnek be egy okos otthon? Mi az a szempont, ami miatt azt mondja valaki, hogy azért nem veszek egy új lakást, vagy egy új házat? Hát, és sokszor ugye beszélgetünk például a világításról, vagy a hőmérsékletről, na de az ajtót nem tudja más becsukni, akkor ha én ott fekszem az ágyban, és még a teszem azt például a kokáért, akár hangvezérlésre, akár az applikációval lekapcsolom a villany, azért be akarom csukni az ajtót, föl kell állnom. Igen. Tehát mik azok az ügyféligények, vagy mik azok a vágyak, akkor így mondom, ami alapján elmozdul valaki az okos otthon irányában. Vagy ezzel akár meg tud spórolni valamit, vagy nem tudom. Szerintem ez egy evolúciós folyamat, és ez úgy nézett ki a múltból, most már kezdenek túlélni az emberek. Nyilván ez elkezdett bejönni a társadalomba úgy, hogy mondjuk a Philips kiadott egy Philips Hue-t, amit ugye kapcsolta a világítás. És akkor valakinek ez megtetszett, megvette, látta, hogy a világítást lehet kapcsolni, de hát ez ugye önmagában még nem elmond a dolog. És elkezdett venni ilyen különböző kis kiegészítőket. Rájött, hogy tök jó lenne, hogyha a varázsható távolról tudná nyitni. Akkor vett egy olyan kis kütyűt, amivel azt lehetett nyitni. Akkor rájött, hogy de jó lenne, hogyha a kósás be tudná engedni, hogyha ő nem van, nincs otthon, és akkor így végig gondolta, hogy az mi kellett, látott valamit a neten, megvette magának, hogy jó, akkor mostantól be tudom engedni a kósás. És elkezdett ráérni arra, hogy igazából nem lokálisan kell megoldani a különböző problémákat, mert ebből az fog születni, hogy ezek a különböző rendszerek, ezek nem beszélgetnek egymással. Igen. És ráadásul mindegyik ez egy külön mobil alkalmazás tartozik, és amikor rájött arra, hogy már az ötödik... Ez lenne a legnagyobb probléma, hogy sok szigetszerű alkalmazás mindegyik van. Mindegyik ezt külön regisztrálni kell, mindegyik külön beállítani. Külön menedzselni, külön frissíteni kell, akkor... Gyakorlatilag van öt különböző alkalmazásod, és elkezdtek... Munkát vásárolsz, mondjuk ki. És elkezdtek rájönni az emberek, hogy sokkal jobb az a fajta rendszer, amikor van egy központi vezérlés, ahhoz a központi vezérlőhöz rakok hozzá különböző eszközöket, mert akkor egy kézben lesz egyetlen mobil alkalmazás vezérli a kaputelefonomat, a világítást, a fűtést, ugye ezek kellett szellőztetést vezérelni, a garázskapumat tudom vele nyitni, az ajtómat bezárni, tehát sokkal jobb az a topológia, hogy egy központi rendszer felügyel mindent, és ez a smart home. Tehát azt gondolom, hogy amikor smart home-ról beszélünk, akkor erről beszélünk, és nem azokról a különböző kis IoT eszközökről, amik megoldanak különböző problémákat, mert azok egy céleszköz, ami arra való, hogy azt a problémát megoldja. És most már az emberek kezdenek eljutni oda, hogy megértik azt, hogy mi az a smart home, míg nagyon kevés funkcionalitást tudnának fejből felsorolni, tehát én azt gondolom, hogyha megkérdezünk valamit és jól edukál smart home szintjén, akkor el fogja mondani, hogy lehet a fűtést távolról vezérelni, lehet a világítás vezérelni, hogy lekapcsolja az összes világítást, vagy amikor elmegyek, vagy megjöttem, akkor ugye ezek összekapcsolható. A redőny az sok embernek szívbe szokott jutni, hogy azt le lehet húzni, meg be lehet kapcsolni a biztonság technikai részbe, hogy ne törjenek be, meg hozzá lehet kapcsolni a fűtéshez, hogy ne melegedjen fel a lakás. Ha a riasztót mondjuk aktiválod, akkor gyakorlatilag lemegy a redőny is például a kokáig. Akkor lemegy a redőny is. És akkor így nagyjából itt így meg szokott állni a téma, hogyha fölmész az oldalunkra, akkor azt látod, hogy nagyjából 30 darab különböző funkció van fönt az oldalunkon, amit lehet egy okos otthonban csinálni. De ezek a legkurensebbek, gondolom, hogy hát ezek azok, amik tényleg az emberek fejébe is megvannak, meg valójában tényleg hasznosak, de hogy ezen kívül még számtalan dolog volt. Én pont azért építettem ezt a demo lakás zuglóba, amiben bárki el tud menni és ki tudja próbálni, mert szerettem volna átadni az embereknek azt az élményt, hogy milyen az, amikor bemész egy okos otthonba és ott eltöltesz egy kis időt. És rájössz arra, hogy amikor leülsz vacsorázni vagy leülsz sörözni, akkor egy hangulatfény kigyullad, szépen meg vannak világítva a polcok, a ledcsíkok, fali lámpák, tehát hogy ezek össze vannak hangolva, és hogy milyen abban lakni, amikor lefekszel, megnyúlsz az ágyad mellett egy gombot, lehúzódik a redőny, lekapcsol minden világítás, aki mész a mosdóba, szépen halványan követnek a fények. Ezt nagyon nehéz így elmondás alapján átadni, viszont hogyha elmész és kipróbálod, akkor megérted, hogy mi az összefüggő, komplex működés, amit egy okos otthon tud neked adni. Engedd meg, hogy megosztam azt, hogy én hogy gondolkoztam, amikor építkeztem és építettem gyakorlatilag egy okos otthont. És milyen szempontok alapján gondolkoztam. És ez alapján próbáltam kizárni a cégeket. Tehát mindent meg, tehát az asztalon volt számos cégnek az ötlete megoldása, és megpróbáltam őket valamilyen logika alapján kizárni, hogy kimaradjon a legvégén.
És ugye ha végig gondolom azt, hogy mik voltak azok az inputok, amik ezt befolyásolták. Például ugye van egy redőny, ugye, és nézzünk csak egy helységet, kapcsolószám, darabszám szempontjából. Mert alapvetően én ebből közelítettem meg, hogyha mondjuk akarok egy olyan nappalit, ahol szeretnék több különböző hangulatvilágítást, tehát több világítás kép van az adott nappaliban, mondjuk teszem azt a miénkben, például van 5 világítás kép, vannak spotok, van gyakorlatilag ez a dekorvilágítás, ami ilyen besülyeztet, akkor van a csillár például a kokáért, vannak például a falon megvilágítva bizonyos tárgyak, vagy mondjuk képek és a többi, tehát ezeknek vannak különböző világításai. És gyakorlatilag van 5 világítás kép például a kokáért, ez az egyik. A másik pedig az, hogy van például a motoros redőny, ugye le kell engedni, most egybe engeded le, mondjuk az hogyha egy üvegfalat képzelünk el, akkor lehet akár 3 redőnyt egyszerre felfűzni, és akkor egyszerre, vagy hogyha azon van egy ajtó, akkor az külön, és akkor az ablak részeket külön. Tehát gyakorlatilag elkezdem összeszámolgatni, hogy hány ilyen tárgy van, amit egy helységre fókuszál, és most nem menjünk bele abba, hogy mi van a hálószobában, mert azt mondom, hogy mindig a worst case, tehát a legrosszabb esetre kell gondolni, és aztán a többit ahhoz fogjuk valahogy alakítani. És akkor itt van még például a termosztát kérdése is. Tehát, hogy gyakorlatilag vannak ugye a villanykapcsolók, amikből kell egy darab, most a hány dolgot szeretnénk kikapcsolgatni, például így gondolkoztam, illetve itt van például még a termosztát is, és nekem például az én választásom azért esett egy olyan márkára, ahol például meg tudom venni azt a világítás kapcsolót, amiben nevezzük 5 világításkép van, lehet középen meg a 4 szélén kapcsolni, és még benne is van a termosztát. Például a kokáért. Ha én ez miatt a kapcsoló miatt választottam a rendszert, mert tegyük fel, hogy emiatt választottam, mert amúgy emiatt választottam, mert én azt szerettem volna, hogy ne foglalja el a falat mondjuk kapcsoló sorok. Tehát én nem szerettem volna 5 különböző kapcsolót, lehet, hogy egyszerűbb lett volna nyomogatni, mint egyen. De attól függetlenül én próbáltam visszafogottá tenni a házat, hogy ne látszódjon kívülről, hogy mennyi minden van benne, csak egy kapcsoló, nagyjából ennyi. És akkor ez a kérdésem erre vonatkozom, hogyha te már úgy is sejted, hogy milyen brand, és én nem akarok senkit sem reklámozni, maximum téged, és azért, hogy ezt a kapcsolót, mivel én ezt a kapcsolót akartam, tudtam, vagy tudnám a kaméleonhoz is akkor illeszteni? Persze. Ugyanúgy tudod használni, ez egy zöldszín kapcsoló alapvetőleg, és valóban, tehát az pont az az előnye a kaméleonnak, hogyha valakinek van egy ilyen igénye, akkor ő kiválasztja azt az adott eszközt, és nem köti meg a gyárt. Ugye nem mindegy gyártó gyárt ilyen típusú dolgokat. Mi erre a fajta világítási képre azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogy mondjuk, hogyha van egy 6-7 féle különböző világítás a szobában, akkor válaszol ki 2-3 olyan módot, ami neki tetszik, és az a 2-3 kapcsoló még elfér a falon, és később, hogyha szeretne lehet a módosítani, hogy nyilván a 2-3 kapcsolóhoz tud másfajta világításokat hozzárendelni. A demo lakásban állunk például így van megcsinálva a hangulatvilágítás, a takarítófény. De ez egyébként tök logikus, tehát hogyha valaki egy ilyen kapcsolót szeretne, akkor ez tök jól integrál. Tehát én megmondom őszintén, hogy engem a kapcsoló oldal irányából tereltek be, vagy én magamat tereltem be ebbe az útba. Tehát, hogyha nekem alternatívákat mondott volna valaki, hogy lehet ezt, és én optimalizálni szerettem volna a kapcsolókra számít, és ez nem költségoptimalizáció volt, hanem kinézetre, hogy nem akarom telipakolni is mindenféle vasdarabbal állszak. Ha ez így működnek, egy analóg világítás is lehetne kötni, mert akkor mindaz 5-öt rákötni, 5 különböző kapcsoló, és akkor a kutyának tudnál, hogy melyik kapcsoló, és a nagymama meg megőrülne, és soha többet ne jönne, mert nem tudnál kezelni a kapcsolókat. Egyébként visszatérve arra, hogy te nálad ez volt a szempont, nálam meg az volt a szempont, hogy én is ugyanígy voltam, hogy építettünk egy családi házat, ez egy vízkáros ház volt, gyakorlatilag 350 köbméter ügyenből ki az emeleten, és olyan szinten tönkre az egész épületet, hogy szinte telekárba vettem meg. És hát majdnem lebontottuk szinte a 4 fal maradt meg, mert azt... Hát azért, megmondom őszintén, hogy azért bármennyire is az olyan lelkesítőnek tűnik, én azért építkeztem. A bontás, az már önmagában kiveszi az erőt, és utána még hogy kezdesz neki az építkezést, hogy soha drága elszállítani a hulladékot a sinten, tehát az tragédia. Nem értem, hogy adták annyiért, ezt azért ki kell, hogy mondjam, mert azért pontosan felmértem. Volt, ami jó volt benne az, hogy egy viszonylag nagy ház volt, és zuglóban meg van egy beépítési szabály, ugye 30%-nál nem lehet nagyobb a beépítési terület, ez most már nem kapná meg ezt az engedélyt, ez így régi ház,
mivel megtartottuk a fő alakat, azért tudtunk egy olyan házat építeni oda, amit egyébként azon a terken nem tudtam volna, hogy lebontom teljesen, ez volt a mögötte, és pont onnan jött ez a sztori, hogy ha már teljesen újra építettük, akkor én is szerettem volna bele valami okos otthon megoldást, és én meg elmentem, megnéztem két-három különböző cégnek a termékét, és engem az zavart nagyon, hogy bele kell most investálnom egy csomó pénzt egy olyan rendszerbe, amit nem ismerek, nem tudom, hogy a gyártója milyen, nem tudom kipróbálni, nem látom a mobil alkalmazást, nem tudom a felületét, hogy kell kezelni, mert ez nem egy autó. Ez nem egy olyan autó, amikor elmondom. Ez most nagyon fontos, ezt remélem mindenki olyan, mert ez a legfontosabb talán. Én felhasználó oldalról tudom, hogy én sem tudtam, hogy mit fogok kapni. De is nem olcsó. Csak reménykedtem, hogy ennyi pénzért, amennyit kérnek el tőlem, ezért mindent tudni. És ez egy nagyon bizonytalan érzés volt nekem, és két lehetőségem lett volna, vagy azt mondom, hogy jó, akkor ennek most részletesen utána elragadok, az ember építkezik, és minden baj van a különböző kivitelezésekkel, akkor nem azon kezd el gondolkodni, hogy most akkor elmenjen különböző ismerőseit kajtasod, melyik milyen rendszer, és a gyártónak elmenjen a bemutató termébe, és megnézze a mobil alkalmazást. Ráadásul nem is tudod, tehát igazából akkor is veszik meg egy rendszer, mert ott, amit megmutatnak neked az értékesítők, az nem az a rendszer, mint amit te otthon fogsz használni. És nekem egy ilyen nagy kérdőjel volt az egész, hogy miért nincs egy olyan rendszer a piacon, amit én így fogok, beteszem a lakásomba, tudom, hogy az alaprendszerként mindig működni fog, és azt is tudom, hogy ő biztos, és később majd én akkor eldöntöm, hogy egy másik rendszer legyen, ami vezérli ezt az egész infrastruktúrát. És egy olyan rendszert szerettem valami, ami magára a hardware-ekre fókuszál, és nem kell utána újra húzalóznom az egész házat, hogyha az Apple kijön egy tök jó megoldással, és nem volt a piacon ilyen, és innen jött az egész ötlet, hogyha nincs a piacon ilyen, akkor valamit kell tenni, és elkezdtünk fejleszteni egy ilyen rendszert. Hát ez egy nagyon-nagyon jó, viszont kaptál egy kérdést, és közben addig, amíg a kérdést felolvasom, azért fontos, hogy felolvasd, mert már megkaptuk tulajdonképpen a muníciót, a következő sör, amit mindjárt kóstolni fogunk, úgyhogy azért mondom, de először a kérdést, amit megiszod, addig felolvasom. Azt mondja, sziasztok! Létezik olyan okos otthon technológia, amit már meglévő házba lehet egyszerűen telepíteni, kábelezés, stb. Nélkül, de megadja a már előre tervezett technológia előnyeit. Egy kérdés, hogy létezik-e, és ha igen, akkor te hiszel ebbe, nem hiszel ebbe? Én azt gondolom, hogy a vezeték nélküli rendszereknek megvan a saját helye a piacon, tehát szerintem két rendszernek meg kell, hogy férjen együtt. Mindenkinek azt mondom, hogy ha újonnan építi, akkor kizárólag vezetékes rendszerben gondolkozom, de nyilván ezt nem mindenki teheti meg. Hogyha vezeték nélküli rendszerben gondolkozik az ember, annak az a hátránya, hogy egyrészt karbantartást igényel, tehát azok az érzékelők, amik fölkerülnek a falra, ami egyébként vezetéken táplálkozik, azokban az elemek egy idő múlva, valamelyik két évet is kibír, tehát nem erről van szó. Csak amikor bekerül a házban mondjuk 25-30 darab érzékelő, ajtónyitás érzékelő, vízfolyás érzékelő, füst érzékelő, mozgás érzékelő, és ebből simán összejön 30 darab, hogy azon kapja magát az ember, hogy két havonta vagy havonta létrára mászik, és cseréli az elemet ebbe, cseréli az elemet abba, és nyilván akkor merül az elem, amikor valami baj van, és mondjuk éppen kinyitják az ablakot, vagy valami történik. Tehát ad egy fajta bizonytalanságot, tehát ennek ez a lábat. A másik oldal, a biztonság, és itt most nem arra gondolok, hogy föltörik a rendszert, vagy nem, hanem az a vezeték nélküli technológia magába hordoz egy olyan bizonytalanságot, mert nagyon nehéz számolni. Azok a villanyszerelők, akik nálunk már képzésen jártak, ez körülbelül 120 darab villanyszerelő, akit megkérdeztünk és vezeték nélküli rendszerrel dolgozott, ő azt mondta, hogy ilyet soha többet nem szerel, pont amiatt, mert ugye amikor összerakja az ügyfélnek ezt a rendszert, és egy fél évben történik valami, ne az Isten mellé kerül egy adótól, vagy bármi van, akkor nagyon nehéz kidibágolni a hibát, hogy mi történt. Hív az ügyfél, hogy nem működik. Kimegy egy szerelő, megnézi, kapcsolja, működik. Semmi nem is. Megint eltelik pár nap, megint valami nem működik. Tehát ez a fajta vezeték nélküli rendszernek az instabilitása, ez megjelenhet bármikor. Ugyanolyan, mint a notebook egyébként, amikor fogod a notebookodat és beülsz az egyik szobába, és átviszed a másikot, lehet, hogy nincs net, vagy nem annyira erős a net, és akkor visszamész, és akkor ott dolgozol. Csak az a baj, hogy amikor az otthonoddal történik ugyanez, amikor a megszokott gombotnyomod is kapcsolt eddig a lámpa, és most még nem kapcsol, akkor az baromi idegesítő, mert egy olyan dolog történt veled, ami régen jól működött, most már nem jól működik. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a fajta dolgok teszik nehézzé. Egyébként vezeték nélküli eszközökkel szerintem össze lehet egy egyszerű lakást rakni, úgyhogy azért ez nagyjából jól működjön.
hogyha komplexebb funkciót akar az ember, akkor biztos, hogy meg lesz kötve a keze. És azt gondolom, hogyha magánál a telepítésnél nem gondolunk át néhány dolgot, most mondok egy nagyon egyszerű példát, nálam úgy van megoldva a melegvíz a konyhában, hogyha kinyitod a csapot, akkor azonnal melegvíz folyik belőle, és nem kell várni körülbelül fél percet, mire ugye a föntről a HMV-t a tájból lekúszik a melegvíz a lenti csaphoz. És ez úgy van megoldva, hogy a csőrendszer oda-vissza ki van építve, és egy keringető szivattyú gyakorlatilag megkeringeti a vizet, amikor abba a zónába beléptek. Beléptek a konyha zónába, megméri a hőmérő, hogy a vezeték hány fokos, ha nem ér el azt a fokot, amit én szeretnék, akkor rögtön körbe keringeti, és mire nyitom a csapot, már melegvíz folyik. Ezt nem tudod utólag beépíteni, mert ha eleinte nem gondoltad át, hogy te ilyet szeretnél, akkor nincs úgy kiépítve a vízvezeték hálózat, és nem tudod ezt látni az egész. Gyakorlatilag, hogy lefordítsuk, aki nem értené ezt, hogy az adott mozgásérzékelő például a kokáján, amikor tartózkodsz egy helyiségben, az jelzi vissza, hogy te épp ott hol vagy, és akkor az indítja az indítás. Tehát ha kimész a konyhába, konyha egy mozgásérzékelő, gyakorlatilag jelző, hogy te ott vagy, és már meg is adja tulajdonképpen a keringető szivattyúnak a választhogyha és amennyiben először van egy mérés, hogy hány fokos a cső, a csőnek a hőfoka nem érje azt, amit szeretnék, akkor keringetés. És ez azért fontos, mert hogyha nincs okos otthon, akkor is meg lehet ezt csinálni, csak akkor folyamatosan 0-24-be kerül. Ezt akartam mondani, hogy ezért akartam ezt ennyire kibontani, hogy azok számára, akik ezt nem tudják, hogy meg lehet ezt oldani folyamatos keringetés mellett is, csak az ugye egy költséget fog magával. Meg ezt is szipál a hő. Tehát a fal gyakorlatilag elmegy a hő, az ami az a melegnek az előállítás, az pedig energiapocsékolás. Tehát, hogy a jó megoldást nem tudod összerakni, anélkül, hogy valami automatikát belemet egy ilyen ebbe a dolgokba. Úgyhogy itt igazából ez a válasz, hogy meg lehet oldani, de kompromisszumok mindig lesznek. Viszont akkor, mivel az elején azt mondtad, hogy azért ugye a diétek egy vezetékes megoldás, és be lehet húzni például az erős ármű vezetékek mellett, amúgy mekkora vastagság az a vezeték? Csak kérdezem. Hát ez körülbelül egy ekkora, egy ilyen 2 milliméter. Ez olyan is, mint egy hát akkor a meglévő csövezésben nagy valószínűséggel be lehet húzni. Igen, hát azért mondom, hogy ez egy jó, remélem sikerült akkor megadnunk a választ. Még mielőtt akkor tovább megyek a kérdésekkel, mert idő van, tehát gyakorlatilag itt fél óránként kötelező egy újat megkóstolni, úgyhogy igazából hát most jön a Primátor családnak egy különleges söre, amit gyakorlatilag úgy mondunk csehül, hogy tinye, anyós, ez a Madarillo. Hát így ez egy 4,7% alkoholfok, tehát az előzőhöz képest itt picivel csökkent az alkohol mértéke, de most más fogsz hallani, figyelj! A végtelennek tűnő lehetőségek tárházában a Primátor is kihasít egy apró szeletkét magának a sörforradalomból. Mint ahol a forradalom itt méne lenne. Az IPL, miszerint India Pale Lager, kategória ne tévesszen meg senkit, a megfejtés az utolsó szóban van. Láger ez, tulajdonképpen egy hopláger. A Primátor India Pale Lager nem más, mint a magyarul hoplágernek is nevezett, trendi amerikai és tradicionális csekkomlókkal főzött különleges alsó erjesztésű sör. Ez az a műfaj, ami jelenleg nagyon hiányzik az európai piacról, az úgynevezett újvilági komlókkal megfűszerezett alsó erjesztésű sör. A Primátor IPL elrugaszkodik a klasszikus cseh komlóságtól, a cseh pilzeni típushoz képest üdék a keserűsége. Amúgy érezted az előzőnél a lecsengő keserűséget? Hát kíváncsi vagyok, ennél mit hogy fogjuk érezni, itt ugye üdén a keserűség. Épp az üdessége miatt érdekes, miért is kapta a tinje az anyós nevet. Főleg így, hogy ez a sör címkén szereplő anyós ábrázolás, ezt csak így megmutatom mindenkinek, hogy lássák, neked is már tudod van ez, azt mondja, főleg így, hogy a sörcinkén szereplő anyós ábrázolás, várjál, én akkor ezt közben a kezedbe adom, mert már az előbb annyira jól csináltam, akkor miért ne vegyem ezt a szerepet tőled vissza. Tehát anyós ábrázolás az összes negatív sztereotípiát ábrázolja egy anyósról. Tehát az összes sztereotípiát ábrázolja. Hát, nem tudom. Megmondom őszintén, én nagyon szerencsés vagyok, nekem nagyon jó az anyósom, úgyhogy én nem vélem őt felfedezni ezen a képen, de lehetséges, hogy valakinek tényleg minden mond.
Azt mondja, ne higgyenek a szemünknek, illetve a karikatúrának, ez az anyós kifejezetten szerethető. Ja, akkor igen, akkor tényleg. 2019-ben Csehország Söre díjat nyerte, 2019-ben és 2020-ban pedig a londoni The World Beer Awards díjakat, és a, hát ezt nem fogom jól kimondani, Cerevisia Specialist, nem tudom, ez valamilyen sörmustrán, a sörkülegesség kategóriában lett díjazott, ez valószínű valami spanyol, vagy valami ilyesmi lehet. Kiváló habzás, aranysárga szín, igen, aranysárga szín, barackos, kis és sajtos illat. Jó. Igen, kis és sajtos. Most a sajtot érzed? Na. Barackos, citrus, héjas, enyhén trópusi gyümölcsös ízvilág, gabonás, malátás, édes lecsengéssel. Mert remélem ezt így visszamondod, hogyha lej, amennyit van. Na, hát kóstoljuk meg. Az egyik hallgatónk beírta, hogy ez egy házi sárkány kinézetű. Hát, lehetséges, nézzétek meg, házi sárkány. Lehet. Nem egy bizalomgerő, ezt nem. De azt tudnod kell, hogy amit megmaradt sör, azt hazaviszel. Úgy készülök, hát egy sörért cserébe. De remélem már kezded érezni, mert akkor válsz igazán őszintén. Nem, mintha eddig nem, de minden titkodra kíváncsiak vagyunk. Na, térjünk vissza egy kicsit akkor az okos otthonokhoz. Beszélgessünk arról, hogy milyen felhasználók választanak téged. Csak is kizárólag családi házakba kell gondolkozni, vagy van, aki társas ház például. Én úgy hallottam, hogy van ilyen fajta törekvés vagy irány, akár társas ház építő, vagy akár az okos otthongyártóknál is, hogy elmozdulnak például már a társasházak, illetve már a családi házakra mindenki egyértelmű gondolok, mindenféle dolog van, garástól kezdve, gyakorlatilag a redőnyökig körben és a többi. Mi van gyakorlatilag a riasztó, és mi van egy társasházi lakás, ami a harmadik emeleten van most csak példának okáért. Van erre is jó megoldásotok? Persze, a harmadik emeleten van a demo lakásunk, és ami szintén... Komolyan? Csak viccből mondtam. Komolyan? Igen, ez egy tetőtéri lakás, egy öblakásos társasházban van, és az egy... Azt fogják hinni, hogy beépítettem, mert vagyok. Nem beszéltünk erről, de... Létezik az a pénz, de most nem. Igen. Szóval a demo lakás is egy társasház, és pont azért választottam egy 50 négyzetméteres társasházat ennek a demo lakásnak, hogy meg tudjam mutatni azt, hogy egy ilyen pici lakásból is mennyiféle dolgot meg lehet oldani, és mennyiféle dologgal meg lehet könnyíteni az embernek az életét. És én hiszek abban, hogy nem csak egy családi házon belül van létjogosultsága ennek a szlátonnak, társasházi viszonylatban egy csomó olyan dolog van, amit bele lehet tenni abba, hogy ne csak az okos lakás legyen önmagában okos, hanem a társasházi infrastruktúrában lévő dolgok is használhatóak legyenek a lakásból. Például mondjuk egy mobiltelefon, vagy egy termő, vagy kaputelefon, akkor lecsengetnek, akkor csörögik ezzel be, viszonylag nehéz megoldani egy társasháznak, ez nem így lett kialakítva, mert ugye nem az a fajta kaputelefon van ott fönt, a rendszer az nem kapcsolódik rá, tehát egy így... Csak lokálisan lehet gyakorlatilag, és nem tartózkodsz otthon, akkor nem látod. De így gyakorlatilag nem vagy a társasházi lakásodban otthon, de... Igen. Nehezen tudod például kijönni Airbnb-be a lakásodat, mert vagy megadod a központi társasháznak a kaputelefonnának, ahol nyitod az ajtót, vagy kulcsokat használsz. Itt viszont okos otthonnál meg lehet adni, hogy bejött egy ember, azt mondod, hogy ő kedden jön és szerdán megy haza, akkor annak neki adsz egy ideiglenes kódot, és a lépcsőházi ajtót az egy úr abban az időpontban nyitja, amikor elment onnan, és már nem bérli a lakást, akkor nem tudja használni ezt a kódot. Tehát például össze lehet kapcsolni ezzel a társasházit, lehet nyitni például a garázskaput ezzel, ugyanezzel a módszerrel, hogy a saját garázsodnak a kapuját ugyanígy használni. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami társasházi infrastruktúrában használható, kilépsz a lakásodból, 10. emeleten akkor föl lehet hívni automatikusan a liftet, mert tudjuk, hogy úgyis oda fogsz menni, csak várni fogsz egy fél percet, mire odaérsz, pont van a lift. Tehát, hogy vannak olyan lehetőségek, és én nagy potenciált látok a társasházakban, különböző azért, mert a mostani rendszerek nem erre fókuszálnak, hanem inkább arra, hogy a lakás az mitől lesz okos. Mert ez a kaputelefonos, ez egy nagyon jó történet. Én ezt nem hallottam ilyen formában, társasházi kaputelefonos, okos otthonos kombinációban mástól még.
Nem könnyű ezt megoldani egyébként, nálunk is azért elég sok erőforrás rá, mert hogy ezt normálisan meg tudjuk oldani. Akartam is kérdezni, hogy mivel oldjátok meg? Ez most úgy van megoldva, hogy szabványos protokollokon kommunikálunk TCP-IP és kaputelefonnal, és azon keresztül van egy ilyen SIP protokoll, ami egy ilyen hangátviteli protokoll, és azon keresztül tudjuk a hangot vezérelni. Tehát olyan protokollokat kerestünk, ami a legnagyobb számban elérhető a kaputelefonoknál, és tudunk hozzájuk illeszkedni. Úgyhogy ezek ilyen szabványos módokon keresztül működnek. Ez gyakorlatilag ti, amikor például egy ilyet támogattok, akkor konkrétan egy brand mögé álltok föl, vagy itt is az a feladat, hogy gyakorlatilag több brandet is támogassatok ebből a szempontból. Ami a nagy előnye ebben, hogy eltöltöttünk már itt egy jó pár évet ezen a smartphone piacon, hogy egyrészt ugye csiszoltuk a saját megoldásainkat, de az ügyfeleknek csomó külső eszközt kellett venni. És mi kitapasztaltuk már, hogy melyik azok a gyártók, akiknek érdemes megvenni az eszközét, mert jól működik, jó minőségű, jól csatlakozik. Tehát, hogy ezeket mi kitapasztaltuk, és támogatunk néhány gyártót, amit tudunk, hogy jó, és azokat szoktuk ajánlani a beruházásoknak, akik mondjuk egy ilyen funkciót szeretnének. Tehát mi szoktunk javasolni. Nyilván, hogyha jön egy saját ötlettel, és az mondjuk támogatható, mert olyan protokollt használ, akkor azt is tudjuk kezelni, de mi szoktunk ajánlani. Hadd kérdezzek egy olyat, mert ez érdekel, hogy például, amikor Németországban voltam, ott több termékre ráírják például, hogy Made in Germany, és akkor a németeket ez oda vonza, és akkor tudják, hogy ők német terméket fognak venni. Itt Magyarországon vagyunk, te egy magyar termékgyártó vagy. Igen. Hogy állnak az emberek a magyar termékekhez, például konkrétan az okos otthonhoz? Hogy elhiszik-e, hogy egy magyar képes egy jó okos otthon készíteni? Nekem jó tapasztalataim vannak, sőt, mikor mondjuk, hogy Magyarországi a cég, és Magyarországon az office, meg itt vannak az emberek, akkor az inkább pozitív szokott lenni, mint belőle, főleg a szerelőknél. Tehát azok a villanyszerelők, akik nálunk a képzéseken átmentek, azoknak, amikor megkérdezzük őket, akkor a legnagyobb elényt azt szokták mondani, hogy helyben lokális support van. Ami ugye mondjuk egy német cég esetén sokkal nehezebb, mert most, ha nem nincs kontaktod, akkor Németországba kell írni egy levelet, hogy nem működik valamilyen funkció, aztán vagy két napon belül kapsz valami választ, igen kapsz. És az nagyon meg tudja bénítani a kivitelezést, amikor raknál össze az ügyfélnek a rendszer, csinálnád, de elakadtál, mert nem működik, mert nem kapcsolódik, mert valami baj van, és nem kapsz segítséget, akkor ez blokkolni tud, ezért is alakítottuk ki a 24-es ügyfélszolgálatunkat, ami egy megvásárolható szolgáltatás, és ebben gyakorlatilag az van benne, hogy a partnereink is folyamatosan tudják ezt használni, és akkor tudunk segítséget nyújtani, ahol van, és itt Magyarországon helyben tudjuk cserélni az eszközöket. Hát nincs is javítás, több csere van, tehát azonnal új eszköz kap helyette, hogyha valami garanciális probléma van, hogy ezeket szoktunk figyelni. Ezek nagyon jók, amiket mondasz, ez valóban egy komoly ügyfél megtartó képesség, hogy egy 24 órás fizetett szimborszolgáltatás, ez kérdező. És két év garancia van, tehát figyeljük arra, hogy egyébként nem is nagyon van garanciálisan visszavonott termék. Tehát ami egyszer ott elszín ember egyszer elve is működik, abban nem nagyon jött még vissza. Olyanok jöttek vissza, hogy villám kár esetén belecsapott át a villám, és akkor kiégett egy-két eszközt. De mióta csináljátok ezt a... Hát most már 5 éve. 5 éve. 5 éve. 5 évvel ezelőtt kezdtük el. Igazából 2017-ben léptünk ki a piacra, 2017 végén, akkor alakult a cég, a projekt cégére, úgyhogy azóta. És szabad olyat kérdezni, mert ha üzleti titok, akkor nyilván nem, hogy milyen nagyságrendben adtatok el eddig, nem arra vagyok kíváncsi, hogy a tavalyi évben, vagy a tavaly előtt évben, hanem milyen nagyságrendben, tehát itt nyilván akár a support és a többit azért vagyok rá kíváncsi, hogy tavaly évben egyébként pont van egy ilyen statisztikám, hogy most az ügyviteli rendszerünkből néztünk le, 11 ezer eszközt adtunk el, 11 ezer különböző ilyen kis hardware-es eszköz, ezek között volt controller, volt különböző fali modul, összességében most egy ilyen 650 körüli felhasználó számmal, akik használják rendszeresen, ez ugye 650 telepített rendszert jelent. De most elindultunk a társasházi vonalon, és itt szekcióban nagyobb szám fog lenni. Igen, azért ezt akartam mondani, hogy aki nem tudja, azért az okos otthonok piaca az elmúlt 5 évben minden évben egy olyan 20-30%-ot növekedett, még lehet, hogy alacsonyat is mondtam. Igen, ez egy... De egy átlagosan, ezt azt lehet mondani, hogy mondjuk egy átlagosan 25-30%-ot növekszik évről évre ez a piac. Igen.
És ahhoz képest, amit mondtál számot, ez egy szép szám, de ez ahhoz képest még mindig alulmúlja a piacnak az igényét, ha úgy nézzük, hát, nem? Hát, abból, abból az oldalban, hogy még a magyar piacon vagyunk, és még nem ismertünk igazán a nemzetközi piacra, akkor... Ez egy törekvésem, ugye? Ez már rögtön megkérdezik. Sőt, tehát el is indultunk még a Covid előtt, mikor bejött a Covid. 2019 év végén, azt hiszem szeptemberben, kint voltunk Kuala Lumpurban és Szingapurban, egy üzleti úton, egy ilyen egyhetes úton. Ezt a Smartup szervezte egyébként, és az volt a célja, hogy olyan ingatlan beruházókkal találkozunk a szegmensben, akik ilyen forrásokat keresnek, és nagyon nagy cégekhez tudtunk eljutni. És odáig eljöttük, képzeld el, januárig, szeptembertől, hogy már volt egy fix telepítő cég, aki egy más rendszerrel telepített korábban, de kiépítette a mi rendszerünket a saját bemutató termébe. Meg volt a telepítő, meg volt az első projektünk, Borneón, egy 130 lakásos luxus társasház, akivel el tudtuk volna kezdeni menni, és utána bejött a Covid, és nem lehetett sehol menni, nem tudtuk kimenni, nem tudtuk felmérni, nem tudtuk semmit csinálni. Ott egyébként nagyon durva a helyzet, tehát hogy ezekben az ázsiai országokban bemenni nem lehet. Tehát tényleg brutális. Pedig ez egy óriási kitörés. Nagyon, hát ez egy tök jó lehetőség lett volna, az ott megszakadt, akkor tavaly nyáron részt vettünk egy akcelerátor programban, egy kanadai akcelerátor meghívott minket Kanadába. Így is tudtunk utazni, szerencsére nyáron még nem volt ennyire durva ez a korlátozás, hogy kicsit enyhébb volt, és egy hónapot kint töltöttünk Kanadába ebben a programban, és ott is nagyon jó leadek jöttek, úgyhogy elkezdtük most azokat is fölpumpálni. Ott is van társasház, egy 250 lakásos társasház, ahol Kanadában most már ajánlati szinten vagyunk. Úgyhogy megyünk külföldre is, csak ebben a Covid-ban azért jóval nehezebb ez a külföldi piacnak a meghódítása. Elkezdtük a KDM-kkal, a külkereskedelmi utasítókkal is felvenni a kapcsolatot, hogy a környező országokba is tudjunk terjeszkedni, de idén mindenképpen szeretnénk már külföldi árbevételt is. Hát ez ami nagyon ígéretes, és ez nagyon jó, hogy egy magyar cég kvázi gyakorlatilag nemzetközi vizekre evez. És nem csak, és az különösen tetszett, amit mondtál, hogy Magyarországon ennek inkább pozitív a fogadtatás, hogy itt vagytok Magyarországon, magyar gyártóként, nem viszonyognak az emberek, nem hiszik azt, hogy gyakorlatilag egy okos otthon rendszer, az csak is kizárólag a külföldieké lehet jó. Szerintem az emberek fejében benne van az, hogy a magyar dolgok azok alapvetően jók. Egy magyar dolgok sokkal előbb választ egy magyar ember, mint egy kínai. Hát mondjuk ezt egyértelmű, inkább arra gondoltam, hogy a nyugati országok tudott. De nem, nincs, nem érzem ezt. Nem érzed ezt. Nem. Tehát ez szerintem nem egy hátrány. Sőt, egyébként az a furcsa, hogy én amikor kimentünk Ázsiába, és kimentem Szingapurba, vagy Kuala Lumpurba, akkor én attól féltem, hogy egy csomó kínai rendszer lesz, amiről én még soha nem is hallottam, nem is ismertem itt lokális rendszerek, és tök meglepő volt, hogy azt tapasztaltam, hogy ugyanazok az európai, vagy amerikai márkák vannak ott kint, mint amik itthon. Tehát, hogy igazából nem találtam olyan márkát, amit én elismertem volna korábban. És bárhova, ahol mentünk, minket egy ilyen európai cégként kezeltek, és teljesen más szintre pakoltak be az ő mércéjükkel, mint hogyha mondjuk egy kínai, vagy egy hasonló brand lettünk volna. Tehát a minőség az náluk egyből itt kezdődött, mert Magyarországra jöttünk. Úgyhogy az egy tök pozitív volt. De és akkor, ha már ezeket említetted, hogy a külföldinek akár ti, hogy érzed, hogy milyen erős amúgy a konkurencia? Tehát, hogy van egy ügyfél, aki érdeklődik mondjuk egy okos otthon iránt, kér például több ajánlatot. Te hogy látod különben, függetlenül attól, hogy ezt mondtuk az előbb, hogy ugye a magyarok nyitottak a magyarok felé. De hogy érzed, hogy mennyire erős konkurencia a piacon, mert azért növekszik az okos otthon piac. Van, aki azt mondja, hogy annyi megrendelés, hogy nem győzi kiszolgálni. Van, aki meg azt mondja, hogy hát örülne, még hogyha lenne megrendelése. Te hogy látod ezt? Nyilván van a konkurencia, tehát egyre jobban megy, és igazából nem is a magyar gyártó nem nagyon van a piacon, aki releváson ilyen mennyiségben, meg ilyen mértékben gyárt, mint mi. Tehát magyar konkurens nincs. Szerintem nincs. Magyarországon mi vagyunk a legnagyobb gyártók, akik okos otthonnal foglalkoznak. Ezt bátran kijelentettem, viszont a környező országokból egyre jobban jönnek fel azok a gyártók, akik különböző rendszerek jelennek meg a piacon. Horvátországban van egy nagyobb gyártó, Zipato, ez egy elég nagy cég, most el is adták azt, hogy amerikai vállalatnak a cégüket,
olyan vezeték nélküli rendszere, csinálnak cseheknek is van, a szlovákoknak is van smart home rendszerük, Lengyelországnak is van saját rendszere. Ez ugye a környező országokban mindenhol van valamilyen gyártó, aki gyárt ilyen okosotthon megoldásokat. Magyarországon nem nagyon van. Hát akkor ez egy mondhatni előnyös helyzet. Jó időben kezdted el, erre is szokták mondani, főleg az irigyek. Hogy ez lehetetlen, de aztán, amikor valaki megcsinálja, akkor már szóval ez egy mandéra mondás gyakorlatilag, hogy minden addig lehetetlen, amíg valaki meg nem csinálja. Aztán ennyi. Amúgy még kérdés jöhet, amúgy nagyon-nagyon várjuk, úgyhogy ne csak én egyedül faggassalak téged, hogy ízlik a sört közben egy kis kitéről. Tényleg az utóbbi beérződik valamilyen ilyen plusz hatás. Figyelj, mondom, miket kell felismerned. A barackos megvan? Mert a barackost az kétszer is szerepelem, ugye mondanában, hogy érzel barackot? Érez valaki barackot? Nem barackot, inkább a sajt, én sajtot jobban. A sajtot. Igen, azt meg az illatára mondja, hogy sajt, azt érzed vagy az illatát, vagy az ízét? Nem, inkább az ízét, az utó ízébe jöttek egy kis sajt. Azt mondja, a citrus héjas, én a citrust viszont azt érzem, tehát azt én is érzem. Ennyi trópusi gyümölcsös ízvilág, hát én azt a citrusnak tekintem, tehát egy gabonás, hát ez így most mindennek. Balátás, oké. Édes lecsengéssel, mert most a lédes még arra várja koncentrálni. Nem tudom, édes lecsengés. Nem édes, inkább ilyen citrusos. Amúgy a kesernyésebb az előző viszonyítva, ennek van egy inkább nem kesernyés, inkább fagyarabb, nem? Tehát inkább azt mondanám, az előzőnek volt ez a kellemes kesernyés, ez meg ez a kellemesen fagyarabb, inkább, nem, inkább talán így hívnám. Na jó, minden jobb életítsek, hogy állunk időben. Ó, hát még van 4 percünk addig, hogy a következő sort meg nem mondjuk, úgyhogy gyakorlatilag még egy kérdést felrakok, aztán utána gyakorlatilag muszáj utánunk egy következő sört. Megittuk ezt amúgy a biztonságra? Azt, jó, oké, akkor az jó. Már úgy csináljuk, hogy itt sorakozzanak azok, akik, hogy valaki lássa is, hogy miket iszunk, tehát hogy miket ittunk, tehát hogy ezek itt vannak. Remélem nem vagy kitakarva tőle még, bízom benne, hogy nem. De a maximum hozzám teszem, hogy te legyél felvár, én inkább átteszem ide, hogy te vagy itt a főműsor, szám nem én, úgyhogy inkább itt nézze mindenki. Úgyhogy ennyi. Na. Akkor beszéltünk már arról, hogy gyakorlatilag társasházak, beszéltünk arról, hogy magánházak, beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag, hogy van-e konkurencia, nincs magyarként, hogy éled meg ezt az egészet. És akkor tulajdonképpen most talán egy ilyen általános dolgot kérdezek, és akik a te nálad dolgoznak kollégák, akik van rendszerük a tiédben? Van, nyilván a CT-ban is van saját háza, most ő nem régen épített magának egy saját lakás, és abban már az van, meg aki olyan helyzetben őt, hogy felújít, vagy valamilyen ilyen dolgot csinálnak, mindenkinek van. Úgyhogy ez teljesen. Ez a legfontosabb, mert nem mindegy, hogy mit árulsz, ugye? Hát gyakorlatilag furán lett valami. Egyszer volt egy ilyen élményben részem, hogy egy céges autónak kínálta egy úriember lényegtelen a Skodát, hogy nem nagyon jó autónak tartom, de az úriember egy Mercedes-szel jött, és megkérdeztem tőle, hogy hát de a Skodát és hogy olyan jó autónak tartja, ő miért jár vele. Uh-huh. És erre mondta, hogy azért, mert ez jó. Nem is lettünk Skodák, de valószínűleg nem ezért. Na, amit most itt elhoztunk, ez a következő, majd ezt így azért bemutatom. Ami most itt látszódik, ez a Primátor 24, ami itt van. Ez a pillanat közben úgy látom, hogy itt kollégám az készített rólunk egy-két sztárfotót, és akkor gyakorlatilag ez is meg fog jelenni. Jó, azt mondja, nézzük, mit kell tudni a Primátor 24-ről. A Primátor Double 24, akkor így magyarul mondva, barna, ez barna sör különlegesség, amit fogunk inni. Hát tudod, azt mondtam az elején, hogy azért hagytam ezt a végére, mert nagy valószínűséggel, ha ezt megisszuk, el fog akadni. Feleségem kedvence a barna sör. Olyan? Amúgy állítólag sok vitamin tartalmaz, főleg talán azt hiszem B-vitamin, de ebben nem vagyok biztos. Azt mondja, a barna sör különlegesség, és most figyeljetek, ez a legdurvább, 10,5% alkoholfok.
Már egy sörről beszélünk, azt ne felejtsük el, tehát 10,5% alkoholfok és 24% a balling fok, és hát azért is van rajta a szám címként, tehát hogy 24. Azt mondja, egyedi sör, hát ezt akkor odaadom neked, mert az eddig is te bontogattad gyorsan, már én megiszom ezt a kortyot. Jó. És akkor már olvasom is, azt mondja, közben jöhetnek a kérdések, ha vannak, azt mondja, egyedi sör, nehezen besorolható bármely sör kategóriák alá. Talán a porter jellegű sörökhöz hasonlítható leginkább. Kimondottan erős, markáns sör, már-már éjcsokoládéra hajazó színnel, az mondjuk megvan, édeskésen telt ízzel, merre figyelünk, hogy édeskésen telt ízzel, a maláta aromával és erősen karamellás tónussal. Egy új érzéki tapasztalat mindenki számára, aki szereti a szokatlan és érdekes dolgokat. A 24% extrakt és a 10,5% alkohol tartalom teszi ezt a csesőr Európa egyik legerősebb ígérénye. A lecsengését az aszaltszilva, most figyelj, mert ezeket kell keresnünk, a lecsengését az aszaltszilva, a csokoládé és a kellemesen elmúló komlós keserűség jellemzi. Jó, jó, tudom. Már én megvárom, még megkóstolod, majd utána kocintok még egyszer vele, csak még kíváncsi, hogy az aszaltszilvát vagy a csokoládét érzed-e. Tényleg édes. És ezekben felismered ezeket? Fel. Csokoládé, aszaltszilvát. Akkor jó, azt mondja, kellemesen elmúló, komlós keserűség jellemzi. Azt mondja, nagyszerű kísérője a desszerteknek és süteményeknek. Hát igazából desszertet meg süteményt nem hoztam, de már múltkor megegyezték barátaim, hogy Zoli, ez nagyon jó pofa ez a csesörös történet, de azért kéne valami sörkorcsa is menni, és azért nagyon durva sörkorcsaják vannak Csehországban, úgyhogy lehet, hogy a következő alkalommal valamikor ki fogok találni valamit, mert a hermelint például, ez egy nagyon különleges, ezek kamember sajt, amit félbevágnak, raknak bele paprikát például, és egy ilyen ecetes olajban 3-4 hétig van benne, és utána kiszedjük, és egy ilyen pirítóssal elfogyasztva, egy ilyen sör, mert elképesztő. Azért ezt ki kell mondani, ők esznek az italkör mellett, mert muszáj is, hát 10,5 fok az alkohol, tehát ettől azért oda csapat. Valaki beírta, eszméletlen a söröket bemutató reklám szöveg, és közben van egy mosolyjel. Hát próbálkozunk, hogy dolgozunk rajta, hogy jó legyen. Na, azt mondja, a lecsengését az aszaltszilva, a csokoládé és a kellemesen elmúló komlós keserűség jellemzi, ez volt az utolsó mondat, amit az előbb elmondtam már. Nagyszerű kísérője desszerteknek, sütemre, valamint meglepően jól van hozzá fűszeres ételekkel. Egy igazi ínyenség ez a sör is a 2020-as Londoni The World Beer Award versenyen a Lager Strong kategóriában első helyezett lett, és a 2020-as, hát az előzőkben Cerevisia, vagy így mondják, specialist, nem tudom, sörmustrán is a félbarna és a barna erős sörök kategóriában második helyezést ért el, hát akkor egészségedre. Hú, nagyon kellemes. Megmondom én őszintén, is. Hogy hát a 10%-nak a jel nincsen. Semmi, azt nem hiszem, hogy mennyire erős. Ez egy 4%-os. Azt a végén, amikor biciklivel jöttél? Elektromos bringával. Elektromos bringával? Ajjajjaj. Tudod, hogy 8-ig haza kell érni. Úgyhogy ne nagyon tévedj el. Ismerem a környéket, nem tudtam főzni blogot. Ó, egészségetekre jó nézni írják. Köszönjük szépen. Amúgy, ha megkóstoltátok, én ezt most komolyan mondom, mindenkinek ajánlom. Tehát ez a Primator Double 24, ez egy különleges, ez egy nagyon különleges sör, és nem csak azért különleges, amiket itt elmondok róla, mert igazából ezeket én is összegyűjtöttem, pontosabban hazudok, mert van egy nagyon jó barátom itt a cégen belül,
a Stefán, aki ezeket nekem amúgy gyakorlatilag készen szállítja, szinte így mondom, és nem tudok elég hálás lenni, ő vitt bele ebbe a világba, és megmondom őszintén, hogy nagyon boldoggá tett, és most én is ezáltal téged teszlek boldoggá, mert ezek különleges dolgok tényleg, és soha nem gondoltam, hogy itt a szomszédban milyen szuper jó dolgok vannak. Ugye mi még a régi Átkosban szocializálottunk, és alig tudtunk, és ha mehetünk is, akkor Szlovákia, és a többi, Sijáli, meg ez az amaz, és ugye igazából nem voltunk annyira jóba, de most már ugye ez Európa, és ez már egy teljesen más történet. Mindegy, hozzáteszem, ez egy nagyon-nagyon jó sör, nekem is nagyon ízlik. Tényleg gyümölcsös, abszolút egy 4% alatt a sörnek. Igen, már mondom majd a végén, hát azt már nem fogjátok megtudni, hogy mi lesz egy óra múlva velünk. Lehet, hogy még a másikat is megiszunk. Lehet, hogy itt a... Igen, hát bár is open, tehát lehet, hogy itt tulajdonképpen újra nyit a buli tulajdonképpen. Viszonylag nagy toxikaiban, hogy befélel. Ne is volt. Hát én is sofőr segélye vegyek, úgyhogy haza. Na, oké, menjünk még egy kicsit vissza a te témádra. Mondj egy pár olyan dolgot, az elején mondtál a legelején, hogy ugye maga a kaméleon, az, tehát maga az, hogy ugye nem csak hogy alkalmazkodik, hanem az is egy szempont ugye az okos otthonoknál, hogy ne vedd észre és tegye a dolgát, ugye? Tehát valahogy ilyen nagyon finoman érzékeltetted velem, hogy nem arról szól a dolog, hogy te ott állsz és vadul nyomkodod, hanem vannak logikai kapcsolatban különböző tárgyak egymással. Az előbb például rátértél így a meleg víz kérdésére, vagy rátértünk arra, hogy ha a társasházi lakásba bezárjuk a lakást, akkor például akár a riasztó vagy a lakás, és már indítja a liftet. Hívja nekem a 7. emeletre például. Mik vannak, amik olyan népszerűek? Hát az automatizációban azok a népszerűek, amiket mi be tudunk mutatni az ügyfeleknek, és népszerűvé tesszük, mert addig, amíg valakinek ellen mondom, hogy mit jelent a ne játssza csak a funkció, addig gőze nincs arról, hogy ilyet lehetett volna csinálni. Hogyha gyereked van, nem tudom, van-e. Van. De hogyha van gyereked, akkor átérted azt az időszakot, amikor 3 és mondjuk nem tudom én 7 éves időszak között, berakod őket a kárt vízbe, végre lejössz a feleséget egy pohár sörre, hogy van 20 percünk, hogy tudok beszélni. Sajnos tudom, 8 éves a kislányom, és tudom, hogy miről beszélsz. Igen, és akkor berakod őket a kárba, és akkor hallod, hogy engedi a vizet. És akkor szólsz, ki a vász, hogy zárd el a csapot. Akkor elzárja, eltelik 3 perc, újra engedi a vizet. Nem értem, hogy miért, de a gyerekeknek, ami a kárban van víz, az nem jó. Nekik az a víz kell, ami a csapból folyik, azzal töltögetnek mindenféle dolgot, és a végén így szívültig töltik a kádat vízzel. És semmi másról nem szól az a 20 perc, amit a feleségedre el tudnál tölteni aznap este, csak arról, hogy üvöltözöd a gyerekekkel, hogy zárd már el azt a csapot. Negyedszer mondom, hogy zárd el a csapot. Ezzel szemben, ha ne játsz a csappal funkcionál, rákattintasz egy gombra, lezárja központilag azt a csapot, ami a kádban van, hiába nyitja ki. Nincsen víz a csapba, nem tud játszani vele, el van a kárt vízzel is, képzeld el. Hát onnantól nem kell, hogy a csapból folyjon a víz, nem kiabálsz a gyerekekkel, nyugodtan el van a fél órát, és van egy fél órát az estéből, amikor tudsz beszélgetni a feleségeddel. Most szemét vagyok, ez nálad becsípődött, és azért csináltad meg, mi? Igen, hát nyilván nekem ez így kaptok az agyom ezeken a dolgokon. Ez nem úgy körülbelül, amit most elmeséltem, hogy szerintem ez így van. Tehát én meg tudom gyakorló apukaként erősíteni, hogy sajnos igazad van. A kérdésem az, hogy ezt a feature-t, amit te megcsináltál, ezt például elmentek egy kiállításra, és oda jönnek és megkérdezik, elmeséled? Hát nyilván egyébként ez még föl sincs a honlapunk van, tehát ez nem az a funkció, hogy így szoktunk hirdetni, hanem az, amit hogyha valaki gyerekes, akkor így szoktam neki mondani, vagy javasolni. És egyébként nem kell hozzá sok, mert egy vízelzáró kell, mert ha már megvan a rendszered, akkor be lehet köpni a vízelzárót, és akkor annyi kell, hogy elzár. Ez egy 26 ezer forintos. Hát egy motoros szerep. Egy motoros szerep, ami kell hozzá, csak nyilván gondolni kell rá. Tehát, hogyha építkezel, akkor ez egy olyan dolog, amit érdemes beletenni. Ha ezt kombinálod egyébként egy vízfogyasztás mérővel, akkor még azt is meg tudod akadályozni, hogy túltöltsék a kárat. És azt mondod, hogy ennyi vízbe tudsz fürödni, amikor kinyitja a vizet, addig folyik a kárba a víz, amíg el nem éri azt a szintet, mert tudom mérni, hogy mennyi az a víz, amennyiben ő fürdik. És akkor nincsen ilyen, még azt sem kell mondani, hogy zárd a vizet. Ez például szerintem ez egy nagyon-nagyon jó történet. Én hányszor van az, és ez én vagyok, azért mondom, a feleségem, amikor beszél is hozzám, és valami érdekes dokumentumfilmet nézek, mert ezeket szoktam, most az aranyások a Alaszkában, tehát vagy a Discovery, vagy a Travel
fürdőket szoktam nézegetni, és akkor elindítjuk a fürdővizet, és mondja nekem, majd zárd el a vizet, mert ő épp vacsorát készít. Mm. Persze, persze, válaszolok, hogy igen, igen, de közben tovább nézem a műsort. Mm. Hát, megmondom őszintén, már elküldtem a túlfolyón egy pár liter vizet. Jó, lehet ez csak egy funkció, oké, okay, elindult a fürdés, rákattintasz. Én erről nem tudtam. Hát, nem gondolják végig az emberek, hogy miket lehet, mi abban is tudunk segíteni. Hogy... Erről beszéljünk egy kicsit, hogy hogyan segítesz amúgy annak, aki például most nullán van, hogy történik nálatok? Mondd el, kérlek, ha segíts abban, hogy mi ebben a menet, hogy működik ez. Tehát mondjuk, de tételezzük föl, hogy én egy ügyfélként jelentkezem hozzátok. Hogy történik, hogy én egy villanyszerelővel kezdek el beszélgetni? Nem. Ami nálam nagy különbség az, hogy nálam nem értékesítők vannak, hanem okos otthon tanácsadók, és azért neveztük el őket tanácsadóknak, mert olyanok is vannak köztük, akik épület automatizálási mérnöknek tanultak, és átmentek így az értékesítési vonalon, tehát hogyha az ügyfélnek tudnak beszélni, akkor el tudják neki mondani pont ezeket a lehetőségeket. Ugye egyrészt kérdezni kell, meg kell tudni, hogy az ügyfélnek milyen igényei vannak, milyen állapotban van, van egy gyereke, nincs gyereke. Tehát minden ügyféllel leülünk. Minden egyes ügyféllel leülünk, meg megkérdezzük, hogy milyen igényei vannak, mit szeretne látni, elviszük a demolakásba, az a következő lépés, hogy meg tudja nézni személyesen, hogy néz ki az egész. Ezt már többször elmondtad, vissza kell kérdezem. Most mondd el, légy szíves, el tudják érni a demolakást, akik hallgatnak minket? Persze. Hol lehet elérni a demolakást? Ez a Telepes utcában van a 14. kerület. És a weboldalatokon, vagy honnan lehet meghívni a demolakást? Úgy működik, hogyha felmennek a weboldalunkra, akkor ott van a 3 okos otthon tanácsadó, akivel föl lehet venni a kapcsolatot, és akkor ők elviszik a demolakásba az ügyfelet, és bemutatják neki a... Tehát te tulajdonképpen élőben bevisz, én azt hittem eddig, mert bocsánat, hogy így visszakérdezek, mert lehet, hogy én nem értettem, és lehet, hogy többiek érték rajtam ki, hogy én eddig azt hittem, hogy letöltöm az okos applikációkat, és akkor én az a lakásotokat ott nyomogatom, és én otthon vagyok a lakásomban, és csak azért, hogy kipróbáljam, hogy milyen az én. Nem, ez úgy néz ki, hogy elviszi a tanácsadóba az ügyfelet az okos lakásba, főz neki egy finom teát, kávét, vagy amit szeretne. És addig az ügyfél ott azt nyomogat, amit akar. És akkor megmutatja neki, gyakorlatilag végig mennek azokon a funkciókon, amit az ügyfelet érdekelheti, megmutatja, hogy ez hogy működik az életben, hogy néznek ki a világítási képek, hogy lehet ezeket módosítani, tehát mindenem végig tud menni. Élnek az ügyfelek ezt? Mindenki. Nagyon szeretem. Hát ez egy olyan dolog, ami másnak nincs. Tehát, hogy nem nagyon van olyan gyártó, még külföldi gyártó sincs, akinek egy komplet lakás, csak azért... Akkor figyeljetek, ez nagyon érdekes, amit most mondok. Csak azért van fenntartva, hogy az ügyfél át tudja élni ezt az érményt. Tehát az, hogy van egy gyártó, és bemész a bemutató termébe, és egy falon föl van téve néhány dolog, meg egy mobil alkalmazás, ahol föl tudsz kapcsolni egy lámpát, meg mondjuk valami más tudsz még csinálni, az nem ugyanaz az élmény, mint akkor bemész egy komplet lakásba, ami ki van alakítva, ami működik, ami úgy van berendezve, mint egy lakás, hogy élni lehessen benne, az teljesen más, és ráadásul ezt a lakást ki is meg bérelni. Most nyilván a Covid-on ott nem működik ez a funkció, de hogy nekem az a stratégiám, hogy ott el is lehet tölteni egy hétvégét. Hát, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, akkor oda be tud költözni, és át tudja élni, és meg tudja tapasztalni, hogy milyen egy okos lakásban lakni. Ez onnan jött ez az ötlet, hogy amikor én... Ez elképesztő, amíg ez elképesztő. Amikor én építkeztem, akkor választottam a között, hogy vagy gázos fűtésem lesz és cirkom, vagy felület fűtésem. És nekem volt egy ilyen pará, hogy a felület fütés az ilyen fura dolog, hogy fölülőjön a meleg, és hogy sugározni fog, jól fogom-e érezni magam abban a lakásban. Neked is volt. Igen. Mindenkinek van. Igen. És akkor, na de 8 millió forint érve. Tehát az, hogy felületfűtésed legyen és hőszivattyúzás, az 8 millió forint. A másik meg volt 3. Tehát, hogy ez a kettő között akkora differencia volt, hogy nekem volt bennem egy ilyen par, hogy kiépítem a tök jó hőszivattyús fűtést, és a végén szarul fogom magam benne érezni. És nem volt egy olyan hely, ahol én el tudjak menni, és ki tudjak próbálni, hogy milyen 3-2 napot eltölteni egy felületfűtésű házba. És innen jött az ötlet, hogy ugyanez az érzés van az okos otthon. Nem tudom, milyen benne lakni. Honnan tudjam, hogy jó lesz-e nekem? Miért nincs egy olyan lehetőség, hogy elmegyek egy ilyen lakásba, és eltöltök ott egy pár éjszakát is. Ráadásul ez a lakás azért kiemelkedő, mert mivel a kaméleon több dologhoz is tud kapcsolódni, én több rendszer tudok egy lakáson kipróbálni. Meg tudom nézni, hogy milyen egy Apple HomeKit, egy Google HomeKit, egy Amazon, de gyakorlatilag ezeket a rendszereket én össze tudom hasonlítani, és meg tudom nézni, hogy mi közötte a különbség. Ilyen lakás nincs sem Magyarországon, se Európában, tehát ez gyakorlatilag
azt tudja adni az ügyfélnek, hogy át tudja élni azt az élményt, hogy milyen jogos otthon valaki. Ez amúgy, megmondom őszintén, engem most nagyon meg... Most egy picit azért bánom ezt a dolgot, hogy nem találkoztunk korábban, mert nekem ez egy szenvedés volt. Tehát én például az utolsó percig nem tudtam átélni, hogy mit fogok megkapni, és igazából egy meglepetés volt, amit megkaptam, és mondhatnám azt, hogy elégedett vagyok, de nem tudom, hogy mivel kellett volna elégedetnek lennem. Tehát gyakorlatilag kaptam valamit, és mondhatnám azt, hogy erre vágytam, de nem tudom, hogy erre vágytam, mert nem tudtam előre, hogy mit. Van egy pár olyan dolog, amit megvettem, amire úgy gondolom utólag nincs szükség, vagy nem úgy lett volna szükség, de nem volt egy ilyen, én ezt amúgy nagyon komoly prémium kategóriájú szolgáltatásnak tartom. Azért azt ki lehet mondani, hogy ha valaki vesz például egy komoly autót, ott például egy hétvégére kölcsön adják azt a komoly autót, persze kifizetve azt a biztosítási tételt, meg mit tudom én, de kölcsön adják, és akkor eldöntheted, hogy megvásárolod azt az autót, vagy nem. De például okos otthonnál, ami vetekedhet amúgy a komoly autók árával, tehát azért nem a kis kategóriás, hanem akár, hogy egy komoly házad van azért, ahogy elmintetlen a hőszivattyút, megveszed hozzá mondjuk a felületültést, megveszed gyakorlatilag például akár a szellőzés technikát, vagy a hővisszanyerő szellőzés technikát például, vagy még hozzá a különböző kiegészítőket, hát számos szenzorról beszélgetünk, akkor gyakorlatilag a végén ott vagy, hogy lehet, hogy elégettél mondjuk így mondom 10-20 millió forintot. Igen, és a nagy különbség egyébként az, hogy amíg az autót megveszed, amíg próbálod és nem tetszik, akkor eladhatod 2 óra múlva. Jó, veszítesz rajta valamennyit, de visszajön egy csomó pénz. Az okos otthon nem tudod kivent a lakásodban. Azt nem próbáltad ki, azt avval kell együtt élni. Azzal együtt élsz. Sárdás, hogy az autót lecserélsz 3 év múlva, igen. És az okos otthonban meg benne maradtál. Nekem pont ez volt a nagyon jó következő indítás, az, hogy nem future proof, vagy nem jövő biztos egy okos otthon, az nekem elfogad. Azért elfogadhatatlan, mert amíg egy mobiltelefonnál te le tudsz cserélni egy mobiltelefont évente, és neked nem kell egy olyan döntést meghoznod, hogy oké, ezt most megveszem, akkor ez 20 évig lesz az én társam, hanem onnantól 2 évente tudod cserélni. Igen. És én behoztam gyakorlatilag az okos otthonomba azt a filozófiát, most úgy néz ki az okos otthon, mintha neked lenne egy olyan mobiltelefonod, ami nem operációs rendszer, hanem egyben van az egész. Nem lehet frissíteni az oprendszert, nem lehet frissíteni külön a telefon, csak így egybe tudsz egy újat venni. Én ketté választottam ezt a réteget, és azt mondtam, hogy legyen egy operációs rendszer, legyen egy alaprendszer, és arra jöjjönnek rá a különböző alkalmazások és a különböző dolgok, és külön cserélhető maga a szoftveres réteg, a hardware az pedig marad ott, mert az ugye a vezérlés nem fog változni. Én azt néztem meg, hogy egy világításnak a vezérlése ugyanúgy kell kapcsolni 10 év múlva, csak az nem mindegy, hogy mikor kapcsolod be a villany. Tehát, hogy igazából a logika, meg az alkalmazás, meg a mögötte lévő háttér, az fog változni, de a fizikai kiépítés és az infrastruktúra nem. Ha te egy olyan okos otthonrendszert választasz, ami az infrastruktúrával és a kiépítéssel egyben van építve, akkor vagy lecseréled az egészet toppal vonóval úgy, ahogy van, és átfárdélesz egy újra, vagy élsz abban a lakásban, amiben 10 évvel ezelőtt megköltöztél. Tudod, hogy mi a vicces, hogy pont ma reggel hallgattam a rádiót, lényegtelen melyik csatorna, de hogy hogyan lehet abszolút spórolni. Ez volt a legrogika. És akkor bemondtak egy amerikainak, azt hiszem amerikai volt a hölgy, akinek megmutatták, hogy ő mivel tud hogyan spórolni, például mosógép kimos, szöszös anyagok, és a végén ott összegyűlik egy helyen ez a szösz, de ő ezt is összegyűjtötte, ebből vattapamacsot csinált, és azzal tisztított az arcát. Ez még hagyján, és most jövünk a te témádhoz, egy darab izzót használ a lakásban, és ha átmegy egyik helyiség a másikba, akkor kicsavarja, és betekedje a következőbe. És akkor ezzel az volt a mondás, hogy hát hülyeség, mert hogy csak annyit kell, hogy lekapcsolja a villanyt, és a másik helyen meg felkapcsolja. De tudod, hogy miért nem ezt a fajta megközelítést használta? Azért, mert azáltal, hogy ő kicsavarja, és a másik helyen becsavarja,
nem fog megtörténni az, hogy elfelejti lekapcsolni, és a másik helyen meg felkapcsolja, és ott meg égbe marad. Tehát ő azért egyel dolgozik, hogy spórolni tudjon ténylegesen. Most nézzük, itt van a te rendszered, ugye erről szól alapvetően, példának okáért, ne legyen diszkivilágítás, akár a mozgásérzékről tudják, hogy ki hol van, akár a világítás lehet kapcsolni, akár ugye beszéltem a melegvíz kérdéséről, ha ott tartózkodunk, akkor jöjjön meg az a melegvíz például. Tehát ezekben ez a fajta kényelmi funkció, hogy a régebben a klasszikus vagy analóg módon megközelített otthonok, amit hozzáteszem, hogy az azelőtti múlthoz képest, akkor lényegesen komolyabb technológia előrelépés, és most egy petróleum lámpába például beleraktad, tulajdonképpen feltöltötted, meggyújtottad, felakasztottad, az már sokkal kényelmesebb történet, oda mész és megnyomsz egy kapcsolót, meg ki van építva a történet. Na jó, de azóta fejlődtünk, mentünk előre az időben, és azért kimondom, hogy ma már nem itt tartunk. Tehát ma már nem kihívás oda menni és megnyomni a kapcsolót. Ma már az a lényeg, hogy még applikációt se kelljen használnunk, nem? Mert erről szól. Gyakorlatilag az okos otthonnál szerintem ez az a legfontosabb, hogy nem az a lényeg, hogy applikáció van hozzá, és távol elérhetők a dolgok, néha ez is fontos, hanem inkább az, hogy azokat levegye a vállalatból azokat a dolgokat, meg figyelmeztessen, hogyha beállás van, vagy bármilyen történik, ami nem megszokott, úgyhogy. És én nagyon nagy potenciált látok a szállodai piacon is, az irodai piacon is. Rengeteg olyan hely van még a smartphone-nak, ahol nem fiszkelte be magát, és nem vette át a dolgokat. Úgyhogy szerintem itt nagyon az elején működnek az egész smartphone dolgok. Én tudod nagyon, hogy én lelkes rajongótok vagyok, ezt azért most már ki lehet mondani. Többek között azért, és ezt így nem árulunk el titkot, de amikor tavaly az IoT Live-on találkoztunk, én nálam akkor esett le, hogy ti tulajdonképpen igazából hol tudunk kapcsolódni, nem az, hogy mivel foglalkoztok, hanem az esetre, hogy mi hol tudunk kapcsolódni, és nagyon érdekes, hogy most köztünk is elindult egy ilyen fajta párbeszéd erre vonatkozóan, és én nagyon hiszek abban a koncepcióban, amit te képviselsz, amit ti képviseltek. Különösen most meg azt tudtam meg, hogy igazából jó helyen vagyok, mert igazából mással nem is tudnék ebben a történetben elmozdulni, mert ti vagytok ezen a hazai piacon. Ez tök jó, viszont ide fogják tartozni egy kérdés, csak közül megjegyzem, hogy Szter barátom, akit az előbb megemlítettem, hát iszt írja nekünk a sörre, mert azért muszáj erről is szóljon ez az egész beszélgetés, hogy mit iszunk, hogy érzed magad, hogy mennyire érzed a fejedben. Nem? Tehát még nem szállt a fejed. Nekem szokták az egyetemen még régen hozzám csapták mindig, hogy havasít olyan szerencsés, hogy 1000 forinttól mocskosul be tudsz rúgni. És sajnos ez azóta sem nagyon javult. Tehát a feleségem az simán otthon két vára fektet, hogyha elkezdenik ott kocinkatni, úgyhogy ilyen nagyon hamar kiszállok a buliból, de alapvetően például az ilyen jó ízeket, mint ami ez is, és megmondom őszintén, és Stefánnak nagyon hálás vagyok, mert mindig nagyon jól segít, támogat, válogat, és én megmondom őszintén, hogy ez az egyik kedvenc sörömet, mert pedig igazából megmondom őszintén, nem ittam még ebből a W24-ből, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes történet. Olyan íze van egyébként, egy ilyen 3%-os mesőrnek, hogy van egy finom gyümölcsös íze, az a 10% az semmi egyszerűen. Nekem tudod, az összes ilyen barna sör közül eddig mindig a Leffe azért íz lett, mert a Leffének megvolt az a fajta édes kis utó lecsengése, vagy valami. És most ennek szerintem még kellemesebben megvan. És írja is amúgy, hogy vigyázzatok, mert nagyon becsapós ez a 24-es. Tök jól el vagy vele, majd egyik percre a másikra jön az én vagyok az élet császára effektus. Én vagyok az élet császára effektus. Figyelj, nekem még az a szerencse, hogy már nem sok van hátra, 8 percünk, úgyhogy és én már kezdek az élet császára lenni, úgyhogy megerősítem, hogy ez igaz, úgyhogy nagyon oda fogunk figyelni. Arra vonatkozom viszont szeretnék még megkérdezni, hogy ahogy én most azért tettem be ebbe a dologba azt, hogy én például ugye látunk együttműködést, ugye a kettő tevékenységet, te még kikkel látsz együttműködést? Szeretnél-e valakikkel együtt dolgozni? Kiket keresel te akár együttműködésben partnernak? Milyen típusúak azok a cégek és a többi? Mert azért ezt a felvételt, ez lehet, hogy most is, vagy lehet, hogy a későbbiek folyamán is olyanok fogják megnézni, akik arra kíváncsiak, hogy te például szeretnél valakivel együttműködni? Amit én egy nagy potenciálnak látok, hogy számos olyan cég van a piacon, akinek van egy tök jó terméke, van egy jó megoldás, mondjuk egy fűtési rendszer, vagy egy légtechnikai rendszer, nincs meg az a fajta
modell támogatás mögötte, amit mondjuk távolról lehessen vezérelni, vagy lehessen mögé valami automatizálást rakni. És ez a white label partneres konstrukció, amit mi kidolgoztunk, az arról szól, ugye mi kialakítottuk egy komplett termékcsaládot 18 különböző hardware-es termékből áll, megvan a megoldásunk rögtön automatizálni, és szeretném én átadni ezt az egész megoldást azoknak a cégeknek, akiknek már van egy saját rendje, már van egy saját terméke, ilyen például az NGBS Magyarországon, aki egy fűtésmegoldással működő cég, felületfűtéstől csinálnak. A csőkígyók így végig. Igen, és ők tökre nyitottak voltak abban, hogy milyen jó lenne, ha magának az NGBS-nek lenne egy Smart Home lába. És elnevezték NGBS Iconnak, Icon Smartnak, és neki van egy saját Smart Home termékcsalád, ami gyakorlatilag a mi termékeink átrendelve, más néven, más mobil alkalmazással, de mégis tudtunk neki egy olyan szolgáltatást nyújtani, ami neki ugyanúgy 5-6 évben kellett volna kifejleszteni, viszont azonnal instant meg tudja lenni a piacon, és rögtön tudja azt mondani, hogy én egy komplet megoldást tudok fűtésre és épület automatizálásra. És ez nagyon nagy szó a piacon, mert a többiek meg nem tudják. A többiek csak fűtést tudnak, ő meg fűtés és épület automatizálásra. Amit most mondasz, és az azért erősítem meg, hogy amikor az előbb azt mondtam, hogy én milyen szempontok szerint választottam, akkor ugye én csak a kapcsolót említettem, mert az volt az első nevező belépési pont. Aztán jött a második szűrési feltétel, csak azért, mert most már ott tartunk, hogy muszáj ezt is kirakni az asztalra, hogy én elkezdtem kirakni a brendeket, hogy én miben gondolkozni, például NGBS felületfűtésben, például mondjuk egy Helios hővisszanyerős szellőzés technikában, mondjuk egy Daikin hőszivattyúban, csak hogy ezeket említsem, és ezek kvázi mondhatnám prémium kategóriák az adott termékekben, viszont ugye erre kérdeztem rá, hogy és mi az, ami mind a hárommal kompatibilis. Például a kaméra. És ezt nem mondták akkor. Igen. És azért sajnálom egy kicsit, pedig örültem volna, hogy a magyar rendszerem van. Igen. Szóval én... Nem voltam járatos, és még nem ismertük akkor egymást, és egy egyszerű általános felhasználóként néztem vele, és nekem nem volt bennem olyan probléma, vagy nem probléma, én is örültem volna a magyart veszek, csak én egyszerűen nem tudtam. Én rábíztam magam azokra a kivitelezőkre, akkor így mondom, akik egymással megbeszélték ezeket a dolgokat. Tehát én elengedtem, hogy így nézzük a versőt, csak bizonyos dolgokban foglaltam állást, hogy mi az én igényem ezzel kapcsolatban. Okay. Hát, szóval ezeknek a white label partnereknek én azt gondolom, hogy nagyon jó szolgáltatást tudunk nyújtani, és ebben nekem azt tetszik, hogy... Tehát akkor keresel, akkor úgy mondom példának okáért olyan technológiai partnereket, akikkel együtt tudsz működni, legyen szó felületfűtésről, legyen szó akár mondjuk egy fűtés technológiáról, mert itt azért a Daikin például maga a hőszivattyú például ő gyártja, vagy akár egy hővisszanyerő szellőzés technika például. Igen. Van egy szabadalmaztatott fűtési algoritmusunk, egy öntönvaló fűtési algoritmus, ami egy nagyon egyedi dolog, és ugye abban segít neked, hogyha van egy termosztát, hogy be van állítva 22 fokra, akkor általában ez túl szokott menni, mert ha felületfűtésed van, a felület még meleg, a radiátorban még meleg víz van, 22-nél lekapcsol, mondjuk van egy fél fok hiszterézis beállítva, és még fölmegy 23-ra, 23,5-re, és akkor így néz ki gyakorlatilag egy ilyen színuszgörbe a te házadnak a fűtési a kinézete, és a mi algoritmusunk pedig abban segít, hogy rátanul az előző időszakra, megnézi, hogy mennyi a felfűtési idő az adott külső meg belső hőmérsékletnek megfelelően, és hamarabb abba hagyja a fűtést, és gyakorlatilag ezt a fajta színuszt, ezt kisimítja egy ilyen és ezt az algoritmus fogjuk beépíteni majd a saját fűtését. Hogy tudod amúgy ezt lefordítani egy hétköznapi felhasználónak amúgy a világára, mert ezt értem, hogy most volt idő erről minden beszélgetni, de ugye az átlag felhasználó nem tud különbséget tenni rendszer és rendszer között is. Csak azt mondják, hogy jó vagy rossz. De mitől jó, vagy mitől rossz? Ezt gondolom, hogy rögtön az elsőről látszott az, amiből ítél az ember, tehát azt mondja, hogy felmérben gondolom, és látja, hogy hogy néz ki, mennyire profi mondatok össze az anyagok, van-e érthetően dokumentál feature listől, hogy látja, hogy mi ez a www.kameleon.hu. Kameleon Smart Home. De egyébként a Google-be beírják, hogy kamera, meg Smart Home, rögtön az elsőjelben. Nem kell sokat keresgélni. De mi arra törekszünk, hogy rögtön az első ránézésre látszom az, hogy ez egy minőségi, prémium,
brand. Tehát erre ez nagyon fontos, amit eddig ez nem hangzott el, te prémium kategóriát akarsz képviselni. Én azt szeretném, hogy a kamélom ügyfelei azok egy prémium elvárnak. Ugye ez is van az okos otthon tanácsadóink, ezért is van bemutató lakás. A bemutató lakás, én nem úgy gondoltam a prémium, csak eddig is te soha nem mondtad ki, meg ne haragudj, nem akarom helyet. Persze. Nyilván van társasházi koncepciónk, ami egy kicsit csökkentette funkcionalitással működik, de társasházakban is elérhetők azért azok a funkciók, tehát hogy ezt így építettük fel. Akkor már csak 2 percünk maradt, és még egy könyvet is kell ajánlanom, viszont egyet azért muszáj elmondanom azoknak, akik minket hallgattak, mert azért egy nagyon fontos dolog még, hogy ezt tudni kell, hogy te egy nagyon sikeres üzletember vagy, és nagyon sikeresen építed ezt a vállalkozást, és nem véletlenül találtak meg befektetők, ugye? Igen. Tehát neked van egy befektető partnered, több is van, ó, hát akkor több is van. Akkor erről egy-két gondolatot egy perc elejéig, persze, ha meg, ha nem haragszol. Én annak idején ezt a startup életutat hoztam magamnak, hogy én ebben szeretnék. Tehát te egy startupper vagy? Én egy startupper vagyok, és gyakorlatilag pont azért hoztam ezt a vonalat, mert egyszerűen nekem nincs időt kívánni azt, hogy egy korporét cég révén szépen lassan 20 év alatt felépítsek egy rendet, mert egyrészt elmegy mellettem az idő, másrészt meg nem akarok már 70 évesen is ezzel foglalkozni. Úgyhogy én azt határoztam el, hogy kockázati tőkéből sokkal nagyobb lép. Tehát amíg más egy lépcsőfokonként lépi meg ezt a dolgot, addig én egy lépcsőfokot lépek előre, és inkább azt a fajta fejlesztést, ami kell ahhoz, hogy ez a lépcsőfokok meglépése ez megtörténjen, azt én kockázati tőkéből finanszírozom, és abból azonban is így tudok gyakorlatilag nem organikusan, hanem egy ilyen okiütő szerű diagrammal növekedni. Én ezt képviselem, és ezt tartom, hogy ezt tud jól működni. Tök jó. Tök jó. És akkor gyakorlatilag akkor vagy több befektetésen már túl a házadóképpen. Igen, hát most gyakorlatilag már ez a második befektetés, amit most meghoztunk. Következő befektetést a szeptember eladtájuk, az egy nagyobb összegű befektetés lesz, úgyhogy folyamatosan. Hát őszintén gratulálok, mert amúgy egy nagyon szerintem egy nagyon-nagyon jó terméked van, és egy nagyon jó piacon vagy, és szerintem jól is csináljátok, nem véletlenül akarok én is öltek együttműködni, úgyhogy ez egy tök jó történet, úgyhogy szerintem így tovább. És akkor még annyi maradt így a végén, mert elértük az időnek a végét, mert igazából a sörökön kívül, és most egy picit előrébb tolom ezeket a söröket, mert azért egy könyvajánló mindig szokott lenni. Mindig hozok egy könyvet, én sokat olvasok, általában minden reggel úgy indul nálam, hogy inkább korábban felkelek, hogy egy órát tudjak olvasni, hogy mikor elindulok a munkába, akkor mindig legyenek gondolatok. Igen, akkor mindig legyenek olyan gondolatok, amik foglalkoztatnak, nem a napi gyötrelem, tehát nem az, hogy na, ma megint mit kell megugranom, hanem az, hogy egyből elhozok valamit, ami annyira érdekes. És azt tudnod kell, hogy ez a covidos időszak mondjuk sokat segített, mert mondjuk 2-szer annyi könyvet, vagy 30 könyvet tavaly elolvastam. Tehát az a lényeg gyakorlatilag, hogy mindig olvasok különböző könyveket, és hát megosztom azokkal, akik minket hallgatnak, és hát ha őket is érdeklik, és a többi. És most egy olyan könyvvel készültem, és ezt így neked is ajánlom, bár ebből a szempontból most egy kicsit, hát én mindig őszinte akarok lenni, és így meg fogom mondani, hogy ennek a könyvnek, amit most hoztam ide, ez Anthony Middleton, így rövidítve Ant Middleton, mint a hangja, Anthony Middleton, utánam vezetés elmélet a frontvonalból. Ő amúgy egy katona, mesterlövész és túlélő, így néz ki maga a könyv. És ez azért fontos, mert ez a könyv tavaly például azért is vásároltam meg, mert a tavalyi év az egy eléggé hektikusnak mondott év volt, és nem tudtam, hogy mi lesz, és kellett egy olyan könyv, ami erőt ad, inspirál ebben az adott szituációban. Hát, amit azért hozzá kell tennem, hogy ez egy bestseller könyv, és ez az első helyen volt, ez a number one volt, a The Sunday Times bestsellere, ezt így lehet mondani, és akkor elolvasnám neked is röviden gyakorlatilag, miről szól ez a könyv, aztán be is zár a bolt. Tehát vezetőnek nem születünk, elitkommandósnak sem. Ant Middleton katonaként legyőzte az előtte tornyosuló akadályokat, majd kőkemény elszántsággal dolgozott azon, hogy minél jobb vezetővé váljon. Könyvében ezeket a tapasztalatokat osztja meg velünk, amúgy kendőzetlenül ezt a saját megjegyzés.
A különleges erő, tehát vannak benne kemény csúnya szavak is, a különleges erő kiképzése nem épp sétagalop, szigorú szabályoknak kell megfelelni, és a kiképzők gondoskodnak arról, hogy a delikvens meghaladja a testi teljesítő képessége maximumát. Csak úgy lehet bekerülni az elit kommandóba, ha az ember kemény, agresszív, fegyelmezett és körültekintő. Ezekre a tulajdonságokra annak is szüksége van, aki a legkiválóbb vezető akar lenni. Ant Middleton 13 évet húzott le a seregben, ebből 4 évet mesterlövészként a különleges víziszolgálatnál, ez az SBS, így magyarul, valamint az Istenek alakulatában, ez így idézőjelben van, az 5. légiszállítású dandár 9. ejtőernyős századában is szolgál. Ikonikus személyiség, a kiválóság megtestesítője. Ő vezette a bevetéseket, ő állt az élen, és ezáltal mindig ő vállalta a legnagyobb kockázatot. Ant könyve hihetetlen mélységeket és magasságokat tár fel, a legbensőbb érzéseit is megismerhetjük. Édesapja korai halála, vagy épp a börtön, fontos élmények, amelyek segítették abban, hogy jobb vezetővé váljon. Hát megmondom őszintén, megdöbbentő a könyv, ahogy tényleg kedvezetlenül őszintén fogalmaz, ezért mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, hogy olvassa el. Ennek a következő, a második könyvét azt pont 3 nappal ezelőtt fejeztem be, erről majd a következő alkalommal fogok beszélni a félelem buborékról, de mindenkinek nagyon merem ajánlani, tehát Ant Middleton utánam, tehát vezetés elmélet a frontvonalból, mert egyrésztről egy roppant inspiráló motiváció könyv, másrésztről pedig megtalálod benne önmagad, te veled is voltak, te veled is történtek hasonló helyzetek, szituációk, és te hogy oldottad meg. Hát ő is gyakorlatilag ebben a történetben benne van, nagyon-nagyon élménydús ez az egész könyv. Tavaly nagyon nagy élmény volt elolvasni, adott egy kis inspirációt, hogy lehetsz rosszabb helyzetben is annál, mint amiben vagyunk vagy voltunk. Úgyhogy... Egyébként ez nagyon tetszik nekem, én ezt el fogom olvasni, mert én abban hiszek, hogy egy vezetőnek a szkíje az akkor tud a cég növekedni, hogyha a vezető is növekszik vele. A vezetés elméletnek, hogyha te nem tudsz növekedni a saját cégedbe, akkor a cég is el fog növekedni. Akár itt veszel magad mellé, magad alá, nem fogja megúrani azt, mert egyszerűen magad fölé nem tudsz egy olyan embert fölvenni, ami neked egy magasabb szinten van nála. Először neked kell egy lépcsőfokot lépni, utána tudsz olyan embert fölvenni magad alá, aki azt a szintet tudja képviselni. Én ebben mondja, abszolút egyetértek, mert gyakorlatilag egymást is húzzuk, és ha te fönten mész, akkor fölfelé húzod azt, akivel gyakorlatilag együtt dolgozva. És szerintem ez a legjobb végszó. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Külön köszönöm azt, hogy ilyen sok értékes információt és tapasztalatot ilyen őszintén megosztottál velünk. Remélem tudtam fizetni ezért az információval, ezekkel a sörökkel, és nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy velünk tartottatok. Remélem a 6. adás sem hagyjátok ki, mert lesz olyan izgalmas, mint a mai Szarvas Péterrel volt a Camillem Smart Home ZRT vezérigazgatójával. Nagyon örülök, hogy velünk voltatok. Szervusztok! Sziasztok!